Szevasztok, fiúk és lányok, újra itt vagyunk. Ma, amit ki fogunk próbálni, Green Hell-nek a sztori módja. Ugye ebben a játékban van már kb. 11 óra játékidőm, de amikor én ezt megvettem és elkezdtem játszani, akkor a sztori mód még nem volt benne, úgyhogy szigorúan csak a túlélés részével foglalkoztunk. És sikerült is úgy tűnik, hogy rosszat betölteni. Ja nem, ó, nem mentett el. Na várjatok. Igen, ugye ez volt a túlélés rész, hogy elbóckodtam, hogy semmi sztori nincs az egészben. De van ennek egy történet módja. Ugye itt vannak különböző nehézségi fokozatok. Ugye a sétagaloptól a zöld pokolig. Jó lesz nekem a második nehézségi szint. Azt hiszem abból talán nem lesz akkora nagy baj. Hát egy élvezetes is a játék, aztán ha esetleg egy kicsit könnyűre sikerül, és nem annyira borzasztóan hosszú a story mód, vagy lehet többet mókázni vele, akkor még lehet, hogy minél ezzel fokozottan is végig toljuk. Persze van rá igény. Miért ne lenne, ugye? Ugye. Na, első nap. A magyar felirat is van, úgyhogy kiváló az egész. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Grafikai beállítás az ultra. You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Valami volt a sztorinak az elején, megvolt egyébként már régen is. Az adóvevő, yes. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. What exactly? The gear should already be at the camp. Értetlenkedünk kicsit. You will know when the time comes. Ajándék lesz. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Mi menjünk. Igen, ez ilyen tutoriál mód, úgy látom. Keres egy tábor. Beszélget. Have you tied down the bow? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances. Nem most járnak itt először. I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Anyád mekkora gyík. Still. We can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Jabahuaca faluba. And what if they will not speak to us? Hol lehet itt lemenni? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. It's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Itt a tábor. Adóvevő. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. Hello, Malter, as long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Mi tökéletes. Ez volt az első nap. Well, hát ez hamar elment. That's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination.
Jó, igen. Edzetfüzet. Tűz könyvjelzőt. Választ egy helyet egy kisebb tábortűznek, jó. Hát valahol itt az ajtóban kéne tüzet rakni. Itt, ide, apá nem az a gomb, ide fogunk tüzet rakni, figyeljél csak. Így. Kéne ebbe, ugye jó, mert a túlélő részt már voltam, úgyhogy azért van itt már némi háttérinfo, úgyhogy botokat kell gyűjteni, ilyen nagy botokat, meg kis botokat. Bár nem tudom, hogy melyikből mennyi kell. Hello, hol vannak a kis botok? És egy. Ott is egy. És ez az. Jól tenni, biztos, hogy több kell, valami 0 per 6 volt. De jó, itt mindjárt leesek. Egy érem vannak itt a botok. Aha, oké. Okay. Ugye megnézzük, mennyi kell még bele. Levesszük a liánt is, abból lesz a kötél. A tutorial részt azért megcsináljuk, hát ha van benne valami, amit nem tudok. Igen, először bele kell a 6 kicsi, addig nem tudjuk a nagyot se rakni, abból meg lett 3, úgyhogy még 3 kicsi kell. 2, 1, meg is van. Ezt beleszorjuk és mindjárt kiderül, hogy mennyi nagy hiányzik. Kell még 4 nagy bot. 1. Yes. Kő, visszük a követ is. Én már tudok trükköket, megmondom őszintén. Ugyanis. Nem tudunk még barkácsolni. Tedd már vissza. Azt hittem, hogy tudok ilyen kis szekercét barkácsolni, de... Ó, dió. Azt összeszedjük, az jó zsiradékforrás. Madárfészek, az is kiváló. Ez meg jó lesz begyújtani a tábortüzet. Ahhoz is három dologról tudok, ami jó a tábortűzhöz, konkrétan. Egyik a madárfészek, a másik, amivel találkoztam, az a dohánylevélből lehet rostot készíteni. Illetve még száraz faleveleket, hogyha gyűjtesz, ezekből lehet begyújtani a tüzet legjobb tudomásom szerint. Ó, itt egy macséta, az meg én meg itt rongáztam, mint egy őrült. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Igen, ezt már mondani kellett volna neki. Csak ugye, gondolom a macséta volt a trigger. I'm not sure yet, but it feels that way. Vágjuk. Hú, ez a macsita, ez best. Szerintem ezt, opá, ezt a hosszú botot, ezt begyűjtjük, ami azt jelenti, hogy szétszedik kisebbekre. Ugye minden nagyobb egységet kisebbekre lehet szétbontani, úgyhogy elég jó pofa a dolog. Begyűjtjük. Most nem tudom, hogy ebből fog-e ilyen csomó kelleni. De ugye ez, ha begyújtottuk a tüzet, ezeket majd még lehet rárakni is, úgyhogy... Well, looks like everything's ready. Mia, jól fog ez jönni. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Mondják, hogy lehet. Well, not the best start of the expedition. No. És bővült a jegyzetfüzet. No. Bot vagy deszka, meg kicsi bot. Úgyhogy akkor gyakorlatilag ugye a feladat az, egy bot,
Egy kis bot. Leborkácsoljuk a kis tűzszerszámunkat. Éppen rámegyünk, hogy használ, behúzzuk a kis madárfészket, és már lehet is gyújtani a tüzet. Hú, hát ezt legelőször próbáltam, gyerekek, ne tudjátok meg, mit szenvedtem vele. Oh, Mia! Nagyon jó. The fire is burning. Fire is burning. Még nem tudom, 3 méterről meg kell rádiózni. How do you do it? Legyen úgy. What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I love you. If I'd have known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And nonetheless, azért vagyunk most itt. I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. Hát én se kedvelem őket. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Nem tudom megállítani. Hát ugye arról volt, hogy visszajöttünk, tehát korábban már voltunk itt, valószínűleg annak a tapasztalatait vetettük könyvre. Na nézzük, eljött a harmadik nap, gyönyörűen szakad az eső. Kutasd át a sátrat. Kaja, kaja. Feljegyzés. Ez miért angolul van? Ki a faluban vagyok, hívjál a rádión, hogyha felébredtél. Van itt neked egy kis ajándék. Ja, hogy van magyar is, értem. Hát ugye a maga a grafikában benne van angolul, de a felirat része az megvan. Hello? Hello? Mia? Hol a gift? Hey, sleepyhead! Itt te? Finally up? Nem bírom elvenni. Yes, finally up. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Akkor erről a törzsről írt egy könyvet. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Hát igen, az csúnya dolog lett volna. Na, itt is van a karóra. Yes, ugye ez fogja az egészségi állapotunkat szépen jelezni, hogy milyen tápanyag szükségleteink vannak. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. Még napot is van benne. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Yes. Aha, és akkor itt szépen itt vannak a nyomelemek, ugye erről van a jegyzett füzetben egy leírás. Ugye itt van a cseppek, a zsiradékok. Ugye itt írja, hogy a diók a legjobbak, amiket gyűjtöttünk, elvég a táskánkban is van szénhidrátú gyümölcs, fehérjére, hús. Akkor ne igyál retkes vizet gyakorlatilag, ez meg le van írva, mert az tele van parazitáktól kezdve mindenféle szírszarral.
De mit akartam? Ja, dió. Ja igen, itt van a két diónk, az kiváló zsírforrás lesz. Valami tápláló után. Hát itt annyi kaja van, mint az állat. Ugye gyakorlatilag a fehérjénk, hát egy háromnegyeden van, úgyhogy ezt így elkezdjük szépen beverni. Jobb alul látszik is, hogy ugye két szénhidrát, 30 fehérje, és már rendben is vagyunk. Ugye az, ott mindig látod, hogy mit ad, illetve mit veszel a szervezettől. Well rested and well fed. Megadott egy férj összeadott a diósa. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? Si. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Hát ez jó hangzik. Just be careful, please. Yes. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. Viszont szerintem átülök a jobb szélre. Itt látszódjon a két csík, mert pont benne ülök az életerő csíkban. Na, feladat. Nézd meg a parafa táblát. Tábla. R. Azt mondja, az Amazonia belsejében igen, körülbelül 80 eltűnt törzs egyike. Ugye, te játsz, akkor csak a törzsről szól. Jó, oké. Mi van még itt? Hú, nyílméreg béka. Micsoda, a kombó szertartásnak köszönhetően teljesen ártalmatlan benszülöttek számára. Immunisak rá? Hogy lehetnek rá immunisak? Ja, itt van, kinyerik belőle a mérget, mert a gyermek égégetett bőrébe kisebb adag béka mérget juttatnak, amíg immunisan nem válnak. Na, itt is van a válasz a kérdésre. A dohánynövény javeli nagyszerűen a... Igen, a mérgező csípéseket gyógyítják nem egyszerűen. Azt mondja, láttam ezt a növényt a tábor északi oldalán. Miután megmásztam egy sziklát, rengeteget láttam. Jó hely. Lehet a kezdéshez. Jó, tehát akkor a tábortól északra kell menni. Ezek a kis állatkák, ártalmatlan. Blablabla. Gazdag fehérje és zsírtartalma nagyon kiegészítik a gyümölcsöket és zöldségeken. Blablabla. Blablabla. Az eltűnt törzs. Három éve járt itt, ugye akkor írta a könyvet. Ugye az ismeretlentől félnek. Szükségünk van a segítségükre. Az egész tervünk ettől függ. A terv. Hogy hívják ezt a törzset? Jabahuaka. Jabahuaka. Az a baj. Menj észak felé és keresd dohánynövényt. Ugye ezt meg is adtam most már ugye feladatnak. Ez egyértelműen le is volt írva. Hoppá, megmondom őszintén. Én nem voltam cserki. Na, ezt viszont nem tudtam. Ezt lehet görgetni. Fuck you. Ezt nem tudtam, hogy ilyet is tud. Azt is leúsztam 11 órát, úgyhogy ezt nem tudtam. Ő követ is szét lehet bontani és be lehet gyűjteni a faszán. Kérdés az, hogy a kis macsétánk az megvan? Hát ez elég tartós is, hogy azt szerintem azzal elveszünk, nem nagyon kell egyelőre mást craftolgatni magunknak. Na, észak felé, itt a szikla, amit meg kell mászni.
Hello Desert. Hát nem, nem az első próbálkozás. Korábban egyszer nekifutottam. Hoppá. De akkor még nem volt egészen kész a story mód, vagy mi a szösz volt vele. Valami volt, utána jött csak be a story mód. I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Yasmio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Jó, igen, átnéztem magam. Ó, köszönöm szépen. Ennek amúgy túlélésben volt, van már 11 órám igazándiból. Rádió. It's all right. Nothing's broken. Scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Remember how to do it? Okay. Mit kérdezett? Igen. Yes, I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. Úgy időm módban mire egyet megtaláltam, melyik ez a növény, basszus. Call me when you've treated your wound. Roger that. Yes. Over and out. Yes. Hát a túlélő módot azt most a napokban is próbálgattam. Igazándi, úgyhogy nagyjából megvan. Akkor azt mondja, vizsgálás. Jogkar. Táska. Oda nézzél, hogy megy. Oké. Okay. Here I am. All wrapped up nicely. Megcsináljuk szerintem a többit is. Does it hurt? Vagy hagyjuk úgy. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. Good. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to answer questions then. Az előbb hallani se akartak róla. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Kuini? Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have Jabahuaca. Sounds dangerous, Mia. Jabahuaca. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Nincs veszélyben, mert optimista. Ennyi, aki optimista, annak nem esett baj. Ja, az előbb nem figyelt, hogy hányat ugrottunk, már hónap eltelt. Jake! I need you here! Jake, please! Mi a fasz? Please answer me! Mia? What happened? Mi a fasz? Mia! Speak to me! Mia! What the hell's going on over there? Hol van a falu? Találd meg Mia-t. Bassza meg volt. Majd nem emlékszem, volt itt valami leírás, hogy hol van a falu? Vagy van egy, nincs itt térkép, most találjam meg milyen, merre induljak el? Na bassza meg. Tudom, hogy nincs itt valami egyéb kis nót. Csak ezeket lehet olvasgatni? Várjál, itt van új bejegyzés. Ó.
Vagy az előbb nem olvastam el mindent? Vagy most mi van? Ja. Egy sámen jelenlétében szabad bevedni. Jézus Úristen! Ja, azt néztük. Igen, bla bla bla. Igen, ezt is olvastuk, de itt sincs semmi. Ajaj. Itt komoly gondok lesznek, ha csak itt a parafatábla alapján kell elindulnom. Hát igen. De várj, itt most, várj, megnézzük még egyszer, mert nem nagyon. Igen, blablabla. Bla, bla. Tiszteled, igen, 3 év telt el, blablabla. Bla, bla. Hát ebből semmi nem derült ki. Lélek indája. Hát itt lehet, hogy be kéne állni, aztán útmutatás. Lehet, hogy itt be kéne tépni egy sámánnal, az segítene. Ez meg semmi igazándiból. Csak erre kéne támaszkodnom, mert jobb ötletem nincsen, de... Hogy néz ez ki? Hát basszak, most sem vagyok előrébb, megmondom őszintén. Más tudja, hogy nincs itt, basszus. Ebből nekem tényleg semmit nem sikerült összeraknom. Hát, hogy ez gáz, vagy nem gáz. Hogy itt más nincs. Azt tuti fix. Itt mik vannak? Jó, hogy ó, bassza meg, kívülök és akkor lesz valami. Azt hittem, hogy valami konkrétumot kéne találnom, hogy merre induljak el. Erről bassza meg le van scriptelve, csak ki kellett volna jönni. Már vért izzadtam. Írjál, nyugodtan. Minél többet írsz, annál jobb. Nincs olyan, hogy felesleges. Na mi lesz? Hú, azt várom, hogy behozzák a kópot végre. Remélem meg lesz tényleg izéban Q1-be most. Q1-re van írva, ugye? Ugye nem mondok hülyeséget. Zöld pokol. De amúgy kurva jól néz. Az a baj, hogy amikor először próbáltam, akkor még csak egy 1060-an volt, aztán volt kemény 20 FPS. Jake, what the hell is going on there? Még ő kérdezi, mi folyik itt. Come on, speak to me, Jake! Hogy tudom, hogy respond this? Nem tudom, az elején nem néztem. De most azt hiszem Q1-re van a roadmap-be beírva. Mi a faszom? Mia! Mia? Mia? God damn it, this radio! De rohadt szép hely ez, basszus.
Hello? Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Fuck. Hát volt, ja nem fejeztem be a mondatot, voltak gondok, ilyen 20 FPS körül. Max 30. Nagyon-nagyon rosszul futott. Jó, igen. Mik vannak még? Itt vannak az építmények, itt az építmények. Gondolom kéne valami... Nem tudom, így nem folytatódik, vagy már rögtön kéne egyet menteni? Illetve most mi a szar van? Azt mondja, szeres segítséget. Oké, köszi. De mi történt? Hol van Mia? Indian faluból hív. Mitől fél? Nézzük, mik a tények. A tények, ez benne van egy rohadt nagy kérdőjel. Tehát eltelt egy hónap. És az, ez a tény, hogy vizes a füzet. Ó, nem tudom. Nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Az Andyból annyira nem tetszett neki. Amit akarok a nagykővel, ezt inkább szét kéne kapni. Kicsi ültetődoboz. Azon gondolkodom, hogy amúgy... Hát nem tudom, hogy akkor mi lehetett. Igazándiból. Igen, kőpenge, közben jönnek itt folyamatosan a bejegyzések. Azt nem tudom, hogy most... Micsoda? Ez merül? Vagy ez mi ez? Nem, ez fölfele töltődik. Na, hát akkor most igazán megint az a baj, hogy... Merre kéne nekem elindulni? Valamerre, csak úgy a nagyvilágba? Kezdjek el építkezni valamit? Ne kezdjek el? Szerünk botokat, az mindig jól jön. Várja, hol a izé? Ugye megvan. Ó, tököm. Nincs meg a izése. A macsita, basszus. Persze, csak ott nem volt cél, ott elmész, bolondozol, csak most itt nem tudom, hogy azon túl mi fog történni, hogy fog előre haladni a sztori. Minden esetre én ide beköltözöm. Én ide beköltözöm, itt tüzet rakok, az tuti fix. Jó, kis bot. Na, ezt már ki is csapjuk. Kéne valami ágy, hogy tudjunk menteni. Jó. Kis bot, nincs több kis bot, akkor begyűjtjük ezt. Kell még kis bot. Ott van. Még ezt is így bontjuk. Hát egyébként az nagyon jól hangzik. Imádnék itt bolyongani. Egyébként jó, hogy mondod, mert assza meg kell, igazad van, rohadt módon kell a kókuszdió is. El is felejtettem, de hát az légy szükség, ha nem akarok szomjan dögleni. Nem felvenni akartam, de mindegy. Mindjárt szétbontjuk. Hát begyűjtjük. Tényleg ezt itt megépítem, aztán el is húzok gyorsan, tényleg kókuszt kell keresni. Rönköket nem akarom azért szétbontani. Ha egy mód van rá, meghagynám egyben.
Nem, dehogy is. Semmi spoiler. Ne a nagyot, a kicsit. Habbe. Úgyis ezt se szedjük szét. És elviszük egyben, jó lesz ez. Jó. Tűzrakó szerszámok nincsenek meg, vagy hát a szerszám sincs meg, úgyhogy a tűzrakást meg kell oldani. Kéne valami, amivel majd még be lehet gyújtani. Ott már tudok kaját sütögetni. Mit tudom én, kettes szinten. Üdv a dzsungelben? Nem mertem nagyon durván. Gomba. Gomba az mindig jól jön. Az a baj, nem akarom saját magamat halálra szivatni. Azaz. Gyere, elkopik a kőbalta. Pont kibírta még, hála Istennek. Na, hol volt ezen száraz levél, nem? Banánlevél. Várjál, összeszedjük, ami nem száraz. Elvisszük ide félre. Azaz, nagyon jó. Na, várjál. Ez mi? Az még jó lehet. Várj, már most mindjárt eltévedek, figyelj csak. Már mondom, már majdnem eltévedtem. Anyára, gyere vissza! Ó, hogy a szemed pattanjon ki. Hát soha nem érem utol. És már koszos vagyok, és már minden bajom van. Mindegy, majd elkapjuk. Na, azt mondja, száraz levél, száraz levél. Jó, a tüzet még nem gyújtjuk be. Akkor az van, hogy kókusz. Kókuszt kell találni valóban, mert szomjan fogunk halni. Úgy kéne amúgy, hogy ne nagyon tévedjek el. Ó, és itt van rögtön víz is, ez nagyon jó az a hely. Gondolom, hogy nem véletlen. Hát, az igazság, hogy egyébként nem mondasz hülyeséget. Abszolút nem mondasz hülyeséget. És teledik. Na, erre megint itt rohangászik a vacsora amúgy. Én hol van az, hogy itt van? Mondja, hogy ez kéne nekem ide valahova. Hát, hová tegyem én ezt, hogy ne legyen ez itt nekem annyira útban. Seriously? Basznak, már hallom a vacsorát, hogy engem hívogat. Jaj, amúgy is volt még egy baszki, már kettőt lekraftoltam, nagyon jó. Ezeket összeszedjük innen. Beletesszük. Ezt is kicsapjuk. De ha oda beteszem, nem fogok beférni, nem? Mert ezt is arrébb tesszük. De nem akartam nagyon berakni, mert félek, nem férek. Ó, bassza meg, hogy mindig elfelejtem, hogy meg kell várni, míg eldobja, mert ott fogja eldobni, amerre a végén nézek. Már mindjárt megnézzük.
Erre én arra gondoltam, hogy inkább lerakom így. Hát itt benn, vagy nem tudom, hogy gondoltad, de... Max, így ide tudom tenni. Jó lesz ez így nekem. Másik. Várjál, megnézzük. Várjál, ez fordítva is van. Erre basz meg, elforog az egész teljesen. Hát ez így nem jó. Az már egészen biztos, de végig is tök mindegy, hogy hova rakom, nem? Én igazából szerintem nem sokat számít. Na, begyűjtjük. Hát ezt lehet, hogy nem kellett volna. Most inkább szétszedem a rönköt is, csak haladjunk. Begyűjtjük ezt is. Mindent begyűjtünk, hadd haladjon itt az építkezés. Ha most nincs meg a hosszú botom, abból is kell 3. Ugye ahhoz meg elvileg nem mindegy, hogy melyiket vágom ki. Ja igen, azt vágom. A mentéshez mindenféleképpen kell. Már elfogyott a pondi. Egy, kettő. Akkor önk az kettő van, azt elvisszük vissza. Ha mondjuk lehet, hogy érdemesebb lenne ilyen sötétben lefeküdni, aludni. És kell az energia. Nem a hosszút kérem. Először összeszedem a rövideket, mert azt ugye be tudja tenni a táskába, de utána már nem tud felvenni semmit, hogyha a hosszú a kezében van. Ebből mennyi kéne? 3, és van 2. What? Ez most komolyan még lehet azt is kalapálni? Láttad? Ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Na. Kösz az infót. Kötelem sincs. Miért nincs kötelem? Ja, mert közben kikergettek a táborból. Igen. Pálmalevél, az meg van egy valagra való. Az már ide van készítve. Sőt, el kéne mennem musakodni is egyébként. Nagyon jó. 8/13. Ajaj, valami zizeg itt a bokorban. Na mutasd meg a pálmalevél. Az a szedjed. Jó, akkor ez jöhet ide vissza. Úgy, hát most koszos vagyok, nem hiszem, hogy az annyira gond. Egyet mentek így. Alszunk egyet, egy kicsit kivilágosodjon. Vagy hát addig nem is, de amíg az energia visszatér maxig, addig hagyjuk. Nem is néztem hány óra van, de azért még nincs reggel. El kéne menni mosakodni. Kéne fejérje, úgyhogy beverjük a gombát, mert rám rohad. Ja, az is, na látod, mondjuk ez új info volt, hogy lehet forgatni. És most már rohadtul kéne inni is. Nem tudom, hogy rámerjek-e fanyalodni a retkes vízre.
Axa mentek előtte egyet, úgy lehet. Bazd meg, és már kín van a kis nagyító is. Mi az Isten van? A kurva életbe. A mocskos kis genyók. Ja, de amúgy nem tudom, túlélésben nem tűnt fel, hogy el lehet görgetni, ott valahogy elsiklottam a dolog fölött. Na várj, ez tiszta víz? Ja, tiszta, csak nem biztonságos. És mennyire vagyok szomjas. Hát mindegy, legrosszabb esetben majd beleiszok. Elhiszem, tesó. Jó, ezt is be lehet verni egész nyugodtan, hadd menjen fel a szénhidrát. Köveket is gyűjtjük. Hát más nem, tényleg bele fogok inni a vízbe, nincs jobb ötletem. Egyedül csak a kókuszdióról van tudomásom. Hogy meg tudja oldani a szomjazási gondjaimat. Hát azért szerencsére sziszegnek. Hát azt kéne, hogy megmarjon. Itt a kaja. Hát nem olyan hangja van, mint a négy lába lenne. Mi az Isten ez? Hol van? Ó, várjál, itt a vacsora. Hello. Várjál, hol van kő? Kell belezni a kis tatut. Hát ha hiszek, akkor elmegyek. Állj meg! Oda néz, hogy morog a kicsike. Jó, hát azt hiszek, akkor visszaindulok a, oda, onnan jöttem, aztán akkor csak nincs akkor a gebasz. Jó. Én van már gomba is, van egy kis husi is. Itt akár már meg is tudnék sütni, csak gondolom, attól még szomjasabb leszek. Na, itt vannak pálmák már. Thirsty. Tudom, tesó, tudom. Viszik a lárvákat is. Még szükség esetére. Most ilyen sötétben nem is látnám még azt se, hogyha... Csiga vagy gomba? Csiga, az nem kell. Nem vagyok én csigazabáló. Ez mi? Ó, gyümi. Ez jó lesz szomjúságra is szerintem. Itt csak. Hopp. Aha, 8 szomjúság. És nincs is negatív hatása, úgyhogy... Na, egyszer ez így már jó. Ugye már kezdtem retkesedni, de úgy látom, hogy az eső lemosott. Már... Van valami tetem valahol. Állati ürülék. Elviszem azt is. Azt hittem, hogy a tetemre mennek a legyek. Szart még nem láttam, hogy teljesen őszinte akarok lenni. Azt hittem, hogy valami tetem van itt, mert én még csak ott láttam őket zizegni. Tényleg az a baj, nem is látnám, hogyha lenne kókusz a fán. Jobban járok, hallatta keresem. Nem tudom, hogy az jó meglátása, hogy amelyik fán van kókusz, az alatt is van kókusz. Ó, ez gomba? Gomba, gomba az nagyon-nagyon jó. Gomba a legjobb barátom. Az egyik. Na, az ültető boxokat mondjuk már használtam. Nem tudom, tudok én már csinálni... Hol vannak a fegyverek? Láncsát? Nem tudok láncsát csinálni. Ó, de íz... Na várjál, ízét meg nem is csináltam soha a fákját. Lehet, hogy arra majd rápróbálok.
Egy kis malac, röf, röf, röf. Hát ez így éjszaka bazd meg itt kolbászolni. De megugrottak a disznók. Az a baj, hogy nem fogok én már visszatalálni. Viszont az a baj, hogy nagyon sötét van. De tudom, hogy hol vagyok. De erre varjon valaki gombot. De várjál, most nézem, hogy meg van akadva itt a chat, nem pörgött tovább. Az nagyon jó, igen. De ha hiszed, ha nem, a túlélő módban itt táboroztam le, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi újság van. Mert itt viszont volt olyan banánpálma, ami mindig termett. Itt is van. Nagyon jó, azt nem tudom, hogy érdemes lenne esetleg csinálnom ide is egy ágyat legalább. Hogy tudjak menteni, vagy nem. Nincs hely. Mi az, hogy nincs hely? Eszka. Mit csinálják a deszkával? Erre még sötétebb lett. Ez kell, ez mindenféleképpen kell, hogyha bajom esne. Az lesz a vége, figyeld meg, hogy én... nekiállok itt még egy ideiglenes tábort elállítani. Nincs ezen a szárítón valami? Ilyen, a gombám. Itt teszem száradni. Mi van? Mi van? Várj, ezt most hagyjuk egyelőre. Ja, ezek csak a megégett lapok. Hát, nem hiszem, hogy ez annyira. Doesn't ring a bell. Ja, de ez már úgyis tele van. Azt nem tudom, hogy tudok-e itt úgy tüzet rakni, hogy ne ázzon szar rá az egész. Na ja, tudom. Illetve... Hát, ja. Közben szomjazok, mint a banána segít a szomjúságon. Nem annyira. Kell a kókusz, mert nem tudok más, nincs más tippem. Tudok ezen a... Igen. Igen, tudok nézni órát. Ez a táborom, és ez vagyok én. Mi a szar ez? Tertartási tál. Itt fogok megdögleni, gyerekek, ez már hivatalos. Most nem tudom amúgy, hogy most itt építkezzek-e valamit. Csináljak egy mentést. Lehet, hogy azt kéne gyorsan ide ledobni valamit. Lehet ide ledobni. Á, ez egy ilyet le kéne valahova. Egy is, hogy hova egyébként. Szerintem itt mentek egyet, mert mire visszaérek, addigra 6-szor megdöglök. De egyszer kalandozunk ezen a részen, már legalább van térkép. Na. Nagyon jó. Nagyon jó. Na ez a 3, ez elég is. Pálma. Meg csak tényleg itt szomjan döglik az ember.
Azt mondja, real life segít rajta. Azt meg ez növény volt, ez lófasz, ebben nem lesz pálma levél. Várjál, most mi lemaradtam. No. Gyerünk, ugye szedjed, még egy. Nem tudom, mi lesz itt, ennek szomjondöglés lesz a vége. De már nem is tudom, hogy kéne kimatekolni, mert olyan sok kókusz nem lesz egyszer. Említett a banánt, hát a segít a szomjas. Ja, hát nem tudom, hogy mennyire realisztikus. Hát amúgy... Én nem is próbáltam még, tehát eszembe se jutott banánt enni, hogyha szomjas vagyok, úgyhogy... Lehet, hogy tényleg nem eget rengető ötlet. Ezeket szeretném elkérni. Itt kocog a vacsora is, nézd oda. Oké. Okay. Egyszer mentünk egyet. Hova mentettünk? 26, 26. Ide mentünk az alsóra. Neked vízi disznó, nekem vacsora. Erre elszalad. Na. Okay, elkezdjük beverni a kaját, hát nem tudom, hogy... Kéne raktom tüzet is, de baromira semmi értelme itt megint tüzet rakni. Én nem tudom, hogy hol tudnék tüzet rakni, mert szétázik és elalszik. Nem tudom, hogy akkor legalább kaját tudnék majd itt sütni. Nincsen bolt, hát beszarsz. Annyi bolt van, hogy Dunát lehet elerekeszteni. Szedjed. Ezt nem akartam elhozni, de... Figyelj, ez lesz a tactics. Ezt itt meggyújtjuk. Meg is nem lett elég. Oké. Jó még ez a hús, vagy megromlott. Ez még kiváló. Használ. Van itt elvileg száraz levél. Kiváló, nagyon-nagyon jó alakul. Már egy nyugassál, úgy. Haja. Megsütjük a húst. Jó, hát ez már maga a civilizáció. Itt mentünk még egyet. Melyik volt az utolsó? 13-30. Az alsó. Az alsóra fogunk mindig rámenteni, ami jónak tűnik. Jó, azt hagyjuk, hadd süljön. Válasz természetesen nem tud vizet felfogni, ez jó lassan szárad. Ja, hát van már minden, ami kell amúgy. Igazából. Nekem most sakodni, hogy tényleg civilizáltnak tűnjünk. Én mondom, hogy benszülött, azt látja, hogy büdös vagyok. Ja, szomjazom. Hát figyelj, úgyis most mentettem. Ráiszunk. Hát egy kicsit, kicsit émeljék a gyomrom, úgy látom, de hát... Ez még talán belefér, ezzel nyertünk egy kevés időt. Muszáj lenne kókuszt találni, de abból kulacsot is kéne csinálni. Várj, itt van vala, ott a hangyaboly. Jobb elkerülni. Erre felé csak lesz valahol kókusz, mert itt azért van pálma rendesen. Tehát kéne belőle kulacsot is csinálnom, meg tálat is. De egyik nincs a másik nélkül. Vagy hát a kulacsot nem tudom, hogy lehetne tál nélkül megtölteni egyébként. Ott van. Láttam mindenki? Tegye fel, aki látta. Mármint tegye fel a kezét, aki látta. Ott a kókuszom. De hol az az ott? Ide leesve.
a gombám. Bár a másik is elég lassan hó madártól, az kell majd a nyílveszőhöz. Ott van, ott van, ott van, ott van, ott van, ott van. Oké. Gyerünk. Ó, kiváló, jön az eső. Az ugye azért nagyon jó, mert a kókuszból fogunk csinálni kókusztálat. Azt kirakva az esőre meg fog telni. Hát ugye eleve ki is tudjuk inni belőle a tejet, itt ez zseniális. Én remélem, hogy gyomrom lassan helyre jön. Oké. Na. Akkor ezt megisszuk. És akkor annyi van, hogy begyűjtjük. Meg is kajáljuk. És akkor kettőből viszont kulacsot kéne csinálni. Vagy nem tudom, egy kulacs lesz először. Hát nem akarok nagyon letelepedni. Úgyhogy, jó, várjál, baszik, de hülye vagyok, hát ki kéne dobálni gyorsan. Meg kéne valami zsiradék, meg fehérje. Fehérje az lesz a húsból. Na várjál, ezt elviszik vissza. Nem most fogom itt töltögetni. Hát nem most gyorsan akartam tölteni, hogy egy picit tudjak inni. De most vissza fogunk menni így a második szám, a kettes számú alaptáborba visszamegyünk. Gyorsan megnézzük, azt meg megég a hús, ott maradt a tűzön. És nagyon jó, és nem ázott szét a tűz. Jó, úgyhogy ez megfőtt, úgyhogy ez gyorsan meg is lehet enni. Deszka. Deszkát nem bírjuk elrakni, úgyhogy szórakozunk sokan, rakunk rá sima botot egyelőre. Szépen a tűzre, el ne aludjon nekem. Kidobjuk a kókusztálat. Nagyon jó. Így. Ebből fogjuk megtölteni az kulacsokat. Ebből is csinálunk kulacsot. Nem annyira érdekel a dolog, jó lesz az út közben. Amúgy is azt hiszem négyszer annyi belefér, mint egy tálba. Ugye ilyenkor már szépen bele is lehet meríteni. Ugye van egy kiöntés, ilyenkor bele tudjuk tölteni, meg a másiknál, mármint bele a kulacsból a tálba, vagy a tálból a kulacsból, ugye erre van két ikon, hát ez jó lassan telik. Ugye 10 a tetejéhez 2 van, az meg egyen, úgyhogy azt hagyjuk. Hús, kéne hús. Banánt megesszük, az jó lesz szénhidrátnak. Hát valami zsiradék kéne. Hát de jó, itt meg elállt az eső. Hogy begyűjtjük a vizet. 17 per 40, és vadászni kéne. Rettentő módon kéne vadászni. Vizsgáld meg a törzs... Mikor volt itt ilyen feladat? Ellenőrizd a Lambda 2 helyszínt. Ja, az volt megjelölve a térképen. Miért én itt bármit is nagyon... Mit kéne ahhoz tennem, hogy legyen láncsa? Itt forrai vizet. Na, olyat se csináltam még, látod? Azt miben? Azt meg lehet a izében csinálni? Meg lehet a kókusz... Mi az Isten? Ebben a szarban csinálni? Kulacsot? A kókusztál. Oké, akkor viszont az lesz a taktik. Na várjál, mert akkor meg nagyon elbénáztam. Na, figyelj, akkor ezt, ez a tiszta víz, ez a koszos víz, ezt kiöntjük, ez üres. Föltesszük a kókusztálakat, és kiöntöttem a retkes vizet, amit forralni akartam. Gratulálok. Gratulálok magamnak. Azt meg, hát azt akartam felforralni. Azt akartam fel... Úgy. Ebből beletesszük a tálba, a tálból meg át a másikba. Ugye? Beleönt. Beleönt. Na, igen, egyébként írta is a tutorial.
hogy csak forral vigyem a vizet, lehetőleg. De ez úgy nekem teljesen elmaradt. Hopp, az meg én meg itt az esővizet akartam gyűjtögetni. Hát ez hamar meg lesz. Jó, akkor ez tele van. Jó, hogy ez már üres is. Hát akkor ezt megmerítjük. Akkor a tálakat kivesszük. Azt szépen kiteszem ide. Jobb hiány. Ugye? Forralva vagy levest. És vagy levest. Na ne szívass, hogy még levest is lehet főzni. Jó, akkor ez tele van. Van meg van valamennyi. Hát a gombák meg lassan rám romlanak. Az jó lassan szárad, de most ennek nem fogok tetőt építeni. Hogy állunk fegyverekkel? Vadászni kéne. Egy nyílvesszőt már ugye tudok csinálni. Akkor tudok már íjat is? Azok nem járnak. Kéz a kézben. Mennyi cuccom van hozzá? Azt se tudom. Egy darab tollam van. Hát abból semmi nem jön ki, mert kell kettő toll egy nyílveszőhöz. Illetve itt van egy deszkám, ezt rápattintjuk a tűzre. Csinálunk kis szekercit, aztán elmegyünk azzal vadászni. Nincsen botom sem. Megőrülök. Gyerekek, megőrülök, komolyan mondom. Na! Zseniális, tehát a kalapálás az gyakorlatilag egy ilyen begyűjtésnek felel meg akkor. Hát az megbolondítasz, hát ne csináljad meg komolyan. Hát figyeljél. Ugye ezeket is beleteszem, mert ugye ezek is ehetők, a gombák azok kb. Szerintem mind ehetők. Hát megnézzük akkor, mert őszinte leszek, én egyszerűen próbáltam felhasználni. Majdnem jó lett. Ebbe tudok tenni kis gombát? Egy gomba, azt kész. Teszek bele ilyen gombát. Bomba leves. Micsoda? Ja, hogy ez már üres? Viszont kirakom. Ott teljen megfele. És akkor egész jó rendben vagyunk. Zsíradi kéne, meg szénhidrát. Szénhidrát, fehérje kéne. Az ott hat teljen meg vízzel. Szomjasak most úgyse vagyunk nagyon, de azért még rá törpintünk. Jött, elmegyünk. Aztán jó hús kell, úgyhogy gyorsan vadászunk egyet, aztán kicsit rendbe kéne szedni magunkat. Lófasz, tudod mit először? Nem tudom mit kéne először, aludni is kéne. Hogy az energia elég durván. Kéne valami dióféle meg hús. Különben itt döbben, ó, még több gomba. Hús az itt lesz, diót nem tudom, hogy hol tudnék találni. Rengeteg állat van, rengeteg disznó, bár egy láncsa sokkal hatékonyabb lenne. El fognak rohanni innen a fenébe. Nem mozog. Elvileg talán ettől már megdöglik, vagy... Baj, idáig inkább csak láncsával vadásztam.
A bádzsával el szokott szaladni, de abból bele szokott dögleni. Ebben nem tudom, hogy bele döglik-e. És itt szaladt el az orrom előtt. Lehet, hogy inkább a vízidisznóra kéne rámenni, azt szerintem könnyebben döglik. Fő darab. Egyelőre nem alakult túl jól a helyzet. Várja, hogy lehetne ezt jól levadászni? Á, nem is bírom vele tartani a tempót. Nem tudom, hogy... Ja, de mondjuk a kőfejsze itt maradt. Nem tudom, hol lehet a másik. Hát eldobálózok itt előbb-utóbb, csak megdöglik valamelyik. Oké, ez lesz az én disznóm. Ez nem szaladt el, úgyhogy ez kettőből megdöglik valószínűleg, csak majd... Nincs mit hozzávágni, az a baj. Tudom, de ahogy néztem, azt nem nagyon tudok még craftolni. Kokozió ismeretlen dió, meg brazil dió van. De az ismeretlen dió kéne, azt szoktam enni. Ugye a taktik. Most gyorsan rendbe kéne hozni magam nagyjából. Már ugye a zsiradék részével nem tudok mit kezdeni, de már rohadtul kéne aludni is. A gyomrom se jött rendbe. Milyen, mi az, amit nyargalászik? Remélem ez megdöglik egyből, meg hogy el is találom a fejét. Anyád! Na mindegy. Felrakjuk sülni a húst. Azt hiszem, szegény, mert megsütlek téged is. Gyomrom is oda van, arra nem tudom mit kéne beverni. Hát a szomjúsága rendben vagyok, de ezt kimeregetjük belőle. Ugye fullos, az fullos, ezt megtöltjük. Az ándiból lehet, hogy még kéne csinálni egy levest esetleg. De annyi csel lesz a dologban, hogy alszok egyet, nem fogom itt várni, hogy süljön. Nem tudom mennyi idő alatt sül meg a hús, de alszunk addig is egy kicsit. Emberek sokáig aludni, mert odaég a hús. Ja, hát lángyos kőpenge meg hosszú bot, nincs az a gond, de nincs meg a izéja. Vagy megvan már? Na mindjárt megnézzük, nem volt meg a... Nem tudom, minek figyelj, a receptje, nem recept az. A craft hozzávaló. Mindjárt megnézzük. Az meg is itt van most már kőlándzsa is. Na, akkor ugye megcsináljuk, ezt megisszuk. Visszavesszük. Az egyik tálat kint hagytam. Meg is isszuk. Vesszük. Itt volt egy izé, vagy ezt felaprítottam, ami itt volt hosszú, volt fel mi. Oké. Okay. Úgy, rádobunk még egy kőpengét. De kell egy madzag is? Ja, kell kötél is hozzá, azt kifelejtettem. No már akkor ebből le kéne gyorsan craftolni még egyet egyelőre, amíg nincsenek jobb fegyverek. Mire jó ez az obszidián? Obszidián. Az erősebb, az keményebb kő?
Megint barkács, ezt föl meg egy madzag neki. Egy oda izéból gyenge láncsa lesz a simából, nem? Jelentsen az bármit is, de ugye nekem az, az már nem pálya, tudod, ott van, hogy gyenge, akkor deszka nem fér be. Csont. Na tudod mit? Akkor nézzük, lesz a csontból. Csontból még nem csináltam soha semmit. Abból hogy lehet bármit is csinálni? Mindegy, ott marad. Kidobáljuk el a deszka. Nem akarom, hogy elaludjon a tűz. Úgy. Na, figyelj, hogy állunk? Szénhidrát. Ezek még nem romlottak meg, ugye? Bombákat beverjük. Bombát szeretném. Hogy feltolja a szénhidrátot rendesen. Hát ez még egy 16 órát el van. Zsiradék kell, meg víz. Víz az mindjárt lesz. Valahol. Egy tál. Két tál. Ja, még zsiradék kéne, aztán jó is lennék. Most kéne. Mondjuk most már aludni se nagyon kell. Igazándiból, mert egészen jó rendbe jöttünk, úgyhogy mentünk még egyet. Úgyhogy elindulunk. Azt gondolom, elindulunk ide. Hol vagyunk? Ó, 46, 26. Váló, tehát akkor így látjuk, ugye, hogy bent vagyunk a 46, 26-ban. Akkor itt vagyunk, ez, akkor ez jelöli a falut, akkor innen egy az egyben keletre kell menni. Gyakorlatilag. Na, ilyen állathangot még nem hallottam, a gobákat begyűjtjük. Állakat begyűjtjük. Ami még itt van, ó, hát volt is nekem ide készítve minden bata meg. Az igen, ez mi? Ez mikor került a kezemre a kis honcot? Szétvágjuk. Na! Na! Ez úgy tűnik nem megy. A deszkába lehet... Ó, csontkés. Hát ez meg már nem fér be. Hát gondolom a kő jobb, mint a csont. Ja, rájöttem sajnos. A tüzet nem lehet szétbontani? Mindegy, akkor az így marad. Ugye mentünk még egyet, aztán elindulunk. Ha valami történne, akkor innen tudjunk indulni tovább. 10 óra? Hát nem biztos, hogy 10 óra akkor kéne elindulni. Ne vadítsam már, még tényleg el lehet oltani vízzel. Mindegy, előbb még alszunk egyet. Kell az energia. Az a baj, hogy minden más le fog menni, mint az állat. 4-ig alszunk körülbelül. Esik az eső. Megint egy csomó mindenre szükségünk lenne. Mindegy, tüzet ott hagyom hadégjel, úgyse tudom, mire tudok menni a faszénnel. Bombákat begyűjtjük. Na, ilyen szépen világítalak. Aztán megindulunk East irányába. Viszont Desert, te nagy király vagy, hogy itt nyomod nekem a kódert. Ó, oh, fúj! Isten. Nagy kő, begyűjt. Bár már van annyi kövem, mert nincs egy táskában. Jó, hát most érted, most... Ennyire látszik a tűz. Én értem, hogy a való életben így működik, de azért nincsen minden lekopízva benne teljesen. Vagy olyan sötét van, hogy nem látok. De hogy vagy, nem, király.
Irány itt, vagy semmi bosszantó, csak én örülök neked. Hogy arra kéne menni. Nem egészen jókor indultunk el, maradjunk annyiban. Bombát falunk befelé. Ég mehet a gomba. Nyersen nem eszem meg. Virág, imádom ezt a zöld poklot. De amúgy nem rossz. El lehet vele lenni naphosszat amúgy. Van a gombám, amit kidobtam. Na merre megyünk? Tálakat nem hagytuk ott, ugye? Ott. Hol a dió, bassza meg? Dió kéne valami. Tényleg ilyen pálmák alatt van. Jaj, ne is mondd a Subnautikát amúgy. Gondolkodom rajta, csak az a baj, hogy rohadt hülye vagyok én a Subnautikához. Nem tudom, hogy lehetne azt jól játszani. De az is nagyon bejön, és ott is a fájó pont az, hogy nincsen a kóp megcsinálva benne faszán. Az is, ahogy kinéz. Nem tudom, ott is megakadtam, most nem tudom, hogy mit kéne, milyen sorrendben. Állandóan először ugye úgy próbáltam, hogy volt benne éhezés, szomjazás, hát csak, én csak az életben maradásért küzdöttem órákon át. Férgek, begyűjtjük a férgeket. Köszi a követést ezért. Pont csont az nem kell. Várjál, elkalandoztunk. Hol a Szent Szarban vagyunk? 44-28. 44-28. Hát nem igazán keletre jöttünk. Most egy az egyben északnak kéne fordulni. Tartson már azt az órát. North. Na, ez a beszéd. Ez a beszéd. Én is ezt mondom magamról amúgy, csak senki nem hisz nekem. Nem, viccelek egyébként. Hopp! Ez is kell. Nem tudom, hogy hova akarok ennyit elvinni. Mondjuk ez sincsen bassza meg lebarkácsolva. Pedig... Vagy... Kisebb helyen elfér, nem? Vagy... Nem tudom, mit kéne, mert lehetne elvileg valami gyógynövényes szart is. Hoppá, itt a dió. Gyógynövényes szart is lehetne belőle csinálni, kötést. Nem tudom, hogy mit kéne hozzá rárakni. Ennyi? Kettő? No more. Ja, én nem mondom, hogy nem jó. Én imádom. Csak egy izé kéne bele. Ebben is mondom, a kópot várom. Amikor van egy jó játék, ami amúgy önmagában jó. És azt még egy ilyen fan tényezővel meg lehet tolni. Mindegy, várom nagyon, hogy ezt is lehessen kóba tolni. Gondolkodom a Subnautikán is, mert nagyon bejött az is meg. Az is, hogy kinéz. Pedig az még föl se volt húzva maxra. Sőt, tudom, azt hiszem ez most maxon van talán. Minden igaz, jó, nagyon magasra van állítva. Fényerő. Hol lehetne húzni még a fényerőn is? Az milyen? Várjál, az milyen? Hát ez egy kicsit sok. Megpróbáljuk, az egy kicsit följebb húzzuk, mint volt. Meglátjuk, hogy milyen lesz fényes nappal. Oké, van kis szomjúság. De nincsen gond. Akkor menj... Ó, bassz meg, ezt akartam, hogy mennyit iszik ez meg egy szúszra, de hát basszus. Beverte az összeset. Hát veled mi van? Hadd segítsek. Várjál, már segítek. Én megmondom őszintén, engem most ez is meglepett, mert kulacsból még nem ittam azért. Gondoltam, csak van annyi esze, hogy... Nem iszza meg az összeset, de hogyha
Tehát belefért a 40? Hát sőt, gyakorlatilag több mint a 40. Jött, ó, várjál, én meg most raktam össze, múltkor mi az Isten, csináltam egy ilyen ültetőládát, túl sok lett a fény. Hú volt az úgy kevesebben, mert ki van égve az egész francba. Tehát akkor ezzel lehet rágyázni a kis ültetvényemet? Tényleg 200 lehet? Hová mondjuk mosakodni nem kell, majd az eső lemos. Nézzük meg, hová tévedtem el. 44, meg 25. Jel 44, 25. Itt kéne egy az egyben elfordulni. Extra, ugye? Én se csak most úgy meglepett, megmondom őszintén. Gondoltam, még marad is egy csomó, mondjuk egyébként hülye vagyok, mert lehet, hogy jobban járnék, ha most megtölteném a kis témat. Fókusztálat, akkor már ne víz nélkül rohangásszak, most ugye nem akarok külön távoltüzet gyújtani. Azonnal, azonnal nyerjük ki belőle. Hol lenne még néhány kókusztál? Hát még csak 16 van benne. Nem merem itt hagyni, mert elveszítem. És itt valahol még egészen véletlenül egy kis kókusz. Jó, egy kulacsot megtöltök, aztán megyünk tovább. Nem akarom itt leélni az életem, még meg kell nézni azt az alfa 2-es bázist, vagy mi a szösz. Most az eső is eláll. Ja, hát igen, aranyos. Aranyos. Amúgy jó, nagyon, nagyon jó ez a játék. Egyébként mondom, én kópot annyira várom. Hát nem tudom, hogy az két fős lesz, csak egyszer találtam itt is valahol kókuszt valamelyik fán, de nem tudom hol. Jó. Ezt ledobom, az rossz lesz? Kiesett a lépesméz. Ugye? Már megint valami megtámadta a testemet. Állandóan a izére megy rá, a bal karomra. Közben a izé is tele van, a jegyzetfüzet is fullon van már. Ezt is el kéne olvasgatni. Jó ez nekem, ha itt felmegyek? Akkor át fogok esni. Ezt inkább hanyagoljuk. De várj, itt át kéne kelnem a folyón. Itt vissza kéne menni. Ugye, merre? Eastre tartunk. Ja, akkor följebb talán át is fogok tudni menni. Hát arra nem hiszem. Nem tűnik elég barátságosnak az átkeléshez. Kis bot, nagy bot, minden tele van. És azt mondod, hogy te 960-as simán tudsz játszani? Vagy nem tudom, lehet, hogy de nem is volt annyira felhúzva mondjuk a grafika, de nagyon-nagyon-nagyon gyatrán ment.
Hát nem tudom, hogy látszott az FPS akkor, de egyébként megvan minden korábbi adás, úgyhogy majd... Nem csak majd visszanézem. Hogy is volt ez pontosan. Ez az, baby. Ide nekem a diót, ne ezt kéne elültetni. Zsiradék, jöhet is befele a dió arcba. Ez mit ad? Szénhidrátot, mit adna? É? Nagyon jó, majd fog kellene egy kis husi is. Hol vannak a pálmák? Hol vagyunk? Jó, és ez a 960 az nagyon jó kártya volt egyébként. Vagy hát jó kártya. 42-24. 42-24. Itt akartam jönni, de akkor eljöttem ide föl. 42-24-ben vagyok, akkor délkeletre kéne tartani. Az merre van? Délkelet, dél. Délkelet. De megpróbáljuk oldan nézni, micsoda izé jó lelőhelyez. Viszont kötelet is, hogy legyen, ha kell. De most én itt nagyon-nagyon elkúrtam itt a közlekedést. Itt tűnik, hogy el, basszus. Igazándiból azt úgy is érzed, ugye ott a nagy hangyabb, hogy mire van szükség, vagy mire nincs. Nem tudom, hogy az izét vágod, de az isz... Ohoho, hello! Az Escape from Tarkovot vágod-e? Na, most jött el az a pillanat, hogy nem tudom, hogy mi van a játékban, mert megint lassan mozog ez a nyomorult. Mint a játék hivatalos szakértője. Kedves Desert. Na mert én egyébként a Tarkov miatt kezdtem itt nagy gép frissítésekbe. Játszható szintre emelkedjen. Azt mondd meg nekem, hogy most miért mozog megint a karakter ilyen lassan, amikor annyira nem nagyon lehet baja. Nem is koszos, mentálisan is rendben van. Még beverjük ezt is. Begyűjtjük. Lesz 4 tálunk. Nem, és a hátizsák se... Hátizsák max 50... Mi? Várjál! Majdnem megettem a húst is, te úr. Tudom, hogy csináljak-e még kulacsot. Tál. Fölösleges ennyi kulacs, nem? Remélem jól egymásra potyogtak. Ötvenhat kiló a zsákom. Hallod? Na, ez a másik gondolom. Elsiklok minden apró kis részlet fölött. Hát ez így nem tűnt föl, hogy ilyen súlykorlátok is vannak benne. Vajon miért ilyen nehéz, mi? Nem, a követ soha nem dobom ki. Ha mi van velem, de csinálok egy kulacsot. Ja, az lesz egyébként. Tedd ide mellé. Azt meg, és már rögtön mozog. Hát azt kell, hogy mondjam. Géniusz vagy, bár... Nem jó arányban tárolom a... Állakat meg a
Basszus, azt se látom most. Üres, üres, üres. Mind üres, az meg tele van. Nem jó arányban vannak itt a tálak, meg a kulacsok. Több tál kéne és kevesebb kulacs. Ezeket sem tudom egymásra tenni, és már megint 51 kilónál vagyok. A kövek egyelőre mehetnek, aztán let's go! A gond az, hogy a rohadtul kéne már aludni is, és azt is elfelejtettem, hogy merre kéne menni. Én korábban motorsport menedzser miatt bővítettem memóriát, mert 8 gerre azt mondta, hogy kevés. Ja, hát igen. Hát az a baj a Tarkovval is, azt kell róla tudni, hogy évek óta van beta fázisban, tehát elképesztően optimalizálatlan. És megeszi a gépeket reggelire. Hát érdemes egy brutál hardware-re nekiállni, mert ugye FPS, lövöldözős, aztán ott halál van. Hát ja, nem árt. 16 giga azért nem árt most már. Ja, nyilván nem feltétlenül van szüksége rá. Na 42, még 25 és fél, tehát ez felett is mér. Hol van az? 42, 25 és fél, akkor még megyünk tovább délkelet irányába. Ugye délkelet, délkelet irányába. Na, pont itt a rönk. Ó, ne is mondd, az mekkora csapás volt. De most egyébként viszont nagyon-nagyon jó áron vannak a memóriák. Én is januárban vettem gépet. Több mint 40 ezer volt a 2600 MHz-es 16 giga. Mi az? Térkép új helyszín. Ó. Igen. Lenne a falu, hova tűnt mindenki, blablabla. Ja, ezeket így folyamatosan csinálom. Ja, ez volt az a tál. Ó, baszki, ezt be kellett volna gyújtani, mi? És akkor ott be lehetett volna tépni. Igen. Ilyen sáros cucc. Szárító meg. Zsárzuany. Milyen kampó vagy? How do I get up there? Hogyan jutok fel oda, ez az? Nézzük csak meg, most milyen bejegyzés került ide. Valami mászó kampó, ez mi? Mászó kampó után, te pedig azt írtad, hogy felettem van. Ott a mászóhely, yes. Utassam át a dzsungelt. Hát ez zseniális. Várjál, tehát itt fogok tudni, hogyha lesz kampum. Csak most jól sejtem, hogy az alfa helyszínt, vagy ezt az alfa kettőt, vagy mi a szar, csak innen fogom tudni megközelíteni. Ugye? Tehát esélyem sincs máshogy átjutni. Egész dzsungelt kutassam át. Mi van azzal, amivel korábban próbáltam mászni? Ez megint olyan dolog, hogy most ki az Isten, most itt kezdjem el keresni. Kimenjek a világból. Viszont hát mindegy is. Az van, hölgyek és urak, hogy építkezünk. Hol a izéba van? El... Hol van az ágy? Nem ezen a fülön van? Itt van. Végem lesz még egy ágyra, mert aludnom kell most már. Hogyha nem is most így fényes nappal. Hát igen, azt mondta, nagyon kedvesen. Ja, röptében hallod, hát beszarsz.
Na, ez meg is van. Pálma levél. Itt mentünk is egyet, mert én azt gondolom, hogy ki lehet vágni, ezt nem annyira. Nem állunk annyira rosszul. Ott vannak hátul kis férgek, nem tudom, hogy azokat elhozzam-e. Na mennyi fér még? Szedjet, szedjet, szedjet. Na várj, mindjárt megvizsgálom ezt a tényállást, jó? A térképet, amit mondasz. Tényleg az a baj, hogy jók ezek a játékok, csak vissza kéne vennem a tempóba. Ó, baszki, esik az eső. Várjál. Ó, hogy kap már be. Úgy, azok hat teljenek szépen, nekem meg mi kell, pálma levél. Mindjárt megnézzük azt a térképet, csak felhúzom ezt a viskót. Most már kezdek kimerülni. Oké, már van itt egy kis husi is legalább. Na gyerünk! Mindjárt meg is sütjük azt a kígyót. Mondjuk ami nekem furcsa, és ugye itt már hányszor rávilágítottál, hogy most itt a real life-ban hogy van, meg a játékban is hogy van. A kígyóbőrből miért nem lehet jó képű kulacsokat csinálni például? Azt azért ugye elvártam volna. Jó. Akkor egyszer csinálunk egy mentést, és most nem a legalsóra mentünk rá. Vagy melyik volt az utolsó? Erre fogunk menteni, hogy az utolsó meglegyen. Nem? Hát Bear Grylls az gyakorlatilag a saját vizeletét itt a kígyóbőrből. Hát ez a bajom, hogy csak kaja lehet belőle. Hát ezt nagyon jó megoldottam megint, mert... egyet írtam. Hát figyelj, itt mindent beverek, ami még nem romlott meg. Az Andy-ba. A kis férgeket eltesszük. Annyi van, hogy itt... Ó, tököm. Muszáj leszek építeni valamit. Bambusztrünk. Miért nem tudom én ezt itt megépíteni sehol? Hú, de jó, itt meg tudnám. Vagy próbálkozzunk? Rakjunk tüzet aztán. De hát, ha nem alszik el. Igen, hát, ha nem alszik el, mi? Vagy életbe. Gyerünk! Nagyon jó. Kéne húst sütnöm magamnak. Jó szabad, az meg megint a bal karomon fogadjunk. És nem! Száll lenne tüzet rakni, úgy érzem. A tubol páncél is. Tudom, az előbb kibereztem egyet, az abból még lehetett volna valamit összehozni? Úgy van én, hogy páncél elrejt.
a vizsgálásnál. Nyilván ahhoz, hogy el legyen rejtve, ahhoz kell, hogy legyen páncél is. Kell a hosszú bot is. Például ez is mennyivel egyszerűbb lenne amúgy, ha nem egyedül kéne hordani, nem tudnátok hordani a cuccot, mint az állat. Mit vágjak ki? Ez jó lesz. Gyerünk. Hú! Hogy az is számít. Ami viszont tök érdekes, hogy nem igazán találtam még madár tetemet sem most. Itt a story módban előtte annyi madártollam volt, hogy már nem tudtam vele mit kezdeni gyakorlatilag. Kijöhetnek a hosszú budok. Az egyiket már visszavittem az előbb, ugye? Esett itt is egy valahol, nem? Hol pecáztam itt? Na mindegy. Nem számít, kivágjuk ezt a pár fát. Már lesz itt hosszú bot mindjárt. Stupid piece of shit! Na, fedd már elő másikat. Most lehet vágni, nagyon jó. Nyomom neki, mint egy őrült. Rönk. Na. Már szétcsapjuk ezt is. Csak én már olyan nagyot akartam vágni, akkor hát nem is lehet. Ja, itt van négy, tele van, többet nem lehet vinni. Kár, hogy a táborok nem maradnak meg így a térképen, amiket felhúztam, hogy lássam, hogy hová tudok adott esetben visszamenni. Nagyon jó. Ez már kinéz valahogy, akkor már csak rá kéne fabrikálni. Egyszerű 5 hosszú botot tudsz vinni, 3 önköt, 6 levelet. Ja igen, látom, mert egy maradt a kezemben. De csak félre számoltam. Itt választottam pálmát? Pálma levél. Ó, ez száraz. Rakunk el ebből is, ez legalább könnyű. De a legnagyobb mutatványom az még mindig ez a izé. Ő darab, azt hittem dió. Ez a 60 kilós táska is nem tűnt fel, hogy súlykorlátos. Már nem úgy gondoltam. Úgy, ezt összeszedegetjük. Jó, hát de azért pakolom én 60-ig, látod ezt. Nem értettem, hogy mi a szar van, mondom, hát rendben van a csávú teljesen. Balinak semmi baja. Yeah. Az a helyzet, hogy... biztos, hogy pálmát kellett volna választani, lehet, hogy jobban jártam volna. Hát, itt tudom én, hát... őszintén szól, arra gondoltam, hogy annyit tudok berakni a táskába, amennyi belefér. Nyilván ugye a valóságban is bele tudok tenni annyit, hogy összeszarom magam tőle. De én vagyok, hogy ilyet banánt kellett volna. Mert abból van is itt bőven. Hol hagytam itt el még izékat? Mindegy, is ott marad, ahol van. Csak elkopik ez is, basszus. A macsete az jó lett volna amúgy. Azt magammal tudom hozni. Várjál, basszus. Olyan sötét van, nem látok. Ezen nem segít az se, hogy két nagy lámpa világít a pofámba. Sárja. Na, az odáig se jutottam még el amúgy sajnos, hogy... sárból építkezzem. Azért itt van a rengeteg banánlevél, vagy mi ez. Gomba. Adjad a gombát. Mi van? Hogy állunk? Skelmek pia.
Egyébként meg idáig esett az eső, úgyhogy zseniális. És... Hol vannak a kókusztálak? Akartam mondani, hogy elfelejtettem kirakni, de hát ki lett ez rakva csak. Melyik berakta? Elfelejtettem töltögetni. Hát azzal a kettővel mi van? Arrébb kell állni? Ja, tele van a tálam, mi? Vagy mi az? Ó, mennyi eszem van a kulacson megtelt, aztán azért. Jó, úgy látom mehetnek befelé a gombák is. Hát ez... Sajnos... Húst kéne baromi gyorsan megsütni. Majdnem felkapkodtam a pálma levelet a menedékemről. Kezdtem megörülni. Hát az a baj, hogy ez, ebből nem lesz pálma levél, ezt hiába vágom ki. Tudom, az a levél a pálma levél, aminek a közepén van ilyen kukoricaszerűség, az jó, mikor már... Mikor már virág, akkor mérgező. Ezt nem tudom kiaprítani, vagy de hogy nem. Várj, ezt mindjárt megfejtem. Van ilyen kukorica. Ja, izé, várjál! Tudom, mire gondolsz, az a fehér cucc. Várjál, valami nagyon szép neve van. Nem tudok bemenni alá, vagy mi lesz? Na, villám gyorsan tüzet rakunk. Megrohad a hús a táskában. Közben a hús az meg egy az egyben ide jön. Azon gondolkodom, hogy hogy járok jobban, ha meg... Ez meg is romlott. Na. Jó, hogy elpusztítottam a jót is, nagyon jó. Ú, ne is mondd, nem akarok találkozni jaguárral. Nagyon fötör itt ez a disznó. Ugye az lesz, hogy egyet mentünk, mert jól állunk. Úgy érzem, hogy jól állunk. Te volt ide ragadva valahova? El kell menni utána. Nem állunk rosszul, húst kéne enni. Gyertnék mondjuk egy lárvát is. Annyira nem szereti a belem. Nem látom. De kezd sötétedni. Hát... Jó, akkor mondom, mi lesz. Megesszük ezt az egy húst. De rohadt sötét van, el fogunk menni aludni. Hát sőt, teszünk egy lárvát. Kicsit levett a józanságból. De annyi kell. Van nekem egy ágyam valahol. Mennyi az idő? 5 óra 22. Na pont jó. Alszunk, amíg fölmegy az energiaszintünk, és akkor pont fényes nappal fogunk ébredni. Yes, úgyhogy itt akkor ezt el is menthetjük, itt szépen kipihentem. A hús is remélhetőleg megsült. Megégette. Mi van, ha megeszem megégve? Semmi baja. Lehet rátenni a tűzre. Én egy ártalom kis fejszét is magamnak. Meg kéne gyorsan zabálni, mielőtt elindulunk. Lehet átkutatni az egész dzsungelt láncsa után. Láncsa után, ez kampó után. De megyünk arra, körülnézünk.
Hát, ha lesz itt valami, ja, megégett, rohadjon meg. Bár annyira sokáig szerintem nem volt fent, vagy de. Most legalább szépen telnek a kókusztálak. Csak már egy ideje nem találtam semmit. Tehát itt egy egész pangó részen nyomulunk már egy ideje, úgyhogy el kéne innen húzni. Már szépen megépítettem mindent, akkor azt a húst meg kéne sütni. Itt röfög a húsom. Azaz. Az a disznóm, vagy az nem a disznóm? Nem, az nem a disznóm. Hol a disznóm? Úgy tököm. Nem értek a benszülöttek se, hála Istennek. Állj meg, coca! Ott a tatú, ott a páncélom is. Jó. Aha, igen, pont észrevettem én is. Ne. Azt hittem, hogy meg lett, basszus. A húsból meg egy egyébként... van már, nyugi. Megint izé? Hosszos vagyok. Ó, ez az. Banánt nekem. Hát ezt be is verjük egy az egyben. Elküldte a szénhidrátot egyből. Egy disznót kéne sütni, de nem is sütni kéne amúgy. Hanem leves formájában kéne fogyasztani. Itt van a kókusz is. Hát én ezeket viszont nem tudom, hogy gyűjtögessem ezeket a tálakat. Ó, és van még banán, nem hiszem el. Ilyen bőséges már most itt a dzsungel. Ott vannak a gombáim is. Szénhidrát az van, gyerekek. Rámegyünk először a kis vadra. Baláncsát kérem. Figyelj! Pü! Csak is nem megy el, hallod? Mi van? Hol a másik láncsa? Hármas szlop. Ez is instant fog, ha eltalálom a fejét. De told már el! És aláment. Nem, nyakon dobtam, nagyon jó. Good! Látod? Te mondtad nekem a civilizáció. A civilizáció nem arról szól, hogy annyi dolgot pusztítunk el, amennyit minimálisan szükséges. Minél többet halmozzuk a javakat. Lá, nem kell, akkor kidobjuk, érted? Tehát ez maga a civilizáció gyakorlatilag. Most nem mondhatod, hogy nincs igazam. Nem kell, akkor kidobjuk, de akkor is megszerzem, akkor is az enyém lesz. Azt mondják, hogy mi baja van a spocakomnak. Hol vannak? Úristen, anyád. Menj, visszamenjé. Na, így az. Na, figyeljél már. Na, mi van már? Víz, igen. Fürdjél le. Már itt már sipákol az óráért, hogy ilyen 60 kiló, Jézus! Annyi szénhidrát van. Az lesz, csinálunk
Két szekert szét gyorsan. Az lesz a legjobb. 3%. Nem lehet ezeket amúgy fullosabbra megcsinálni? Ne csak ilyen 3%-os legyen. 30-as. Azt oda. Ugye mondom én neked, hát ilyen, ilyen az emberi természet. Én azonnal behozom ide a civilizációt. A mohóság. Ja, hogy ez, ez rutin kérdése, értem. Oké, okay, akkor súlyban már majdnem jók vagyunk. A szar, hát nem fogok szar cipelni, rájöttem. Annyira csontot se. Ó, itt van még egy. Nem tudom amúgy minek gyűjtök ennyit, de... Bombát is leszettük, igaz? Megint 57 kilón vagyok, mert annyi hús van. Lárva se kell. És megesszük. Ami kérdés, ami viszont lehet, hogy most nem volt annyira jó ötlet. A főtt húst azt meddig lehet eltárolni? Ezek is még több banán, érted? Amúgy meg semmi nem volt. Annyi van. Megzavarodsz. Mert ugye a parazitát, vagy mi az? Most van az, hogy tök jó, hogy tüzet gyújtottam. Szaráig megint a hús. Ja, az igazadban tényleg van egy ilyen lejárati határidő. De ott van, baszd, mondom, nincs meg a táborom, de ott van fönt. Szaladj, disznó! Nem akarlak megenni. Nézzük, hogy áll a tűz. Nincs is rajta kaja egyáltalán. Várja, először. Először megtöltöm a kulacsokat. Hol van? Kulacs. Ja, az tele van, azt hittem üres az összes. 3, 4, 1, 2, van itt 2, de jó nehéz is. Ó, bassza meg, tiszta retek vagyok. Itt a lilium, arra lemaradtam. Ezből a kötést. Ó, és ez még az instant halt előtt írtad, basszus, lemaradtam teljesen. Ja, arra gondoltam, jobban járok, ha leves csinálok, mert... Nem tudom, hogy ugyanannyira tápláló-e, de ugye ad az italba is. Sokkal hamarabb elkészül. Elméletileg ugye? Ugye megnézzük. Ó, persze, hát ez, ez százszor jobb. Ad bőven mindent, úgyhogy... Aha, és nem itt aki teljesen, úgyhogy teljesen jó. Ja, annyit ivott ki, hogy maxal legyen. Jó, a tűz az maradhat így. Ugattam, milyen húsból van. De figyelj, én azt mondom neked, most az idő, 13:20. Egyet mentek a biztonság kedvéért. Aztán ráalszunk, egy icipicit, nem alszunk sokat, egy nagyon picit alszunk, csak hogy neki tudjunk vágni az útnak, hogy teljesen kilegyünk pihenve. Szinte minden maxon van. Úgyhogy még egy mentés, így kipihenten. Még annyit tudunk tenni, hogy a kis kulacsokat megtöltjük. Ez ugye 40x40. Kettő kulacsnál többre nincsen szükségem. Inkább úgy kéne, hogy több tál. Kevesebb kulacs. ...45 kiló. Most egyszer így jók vagyunk, így fogunk menni. Hát a hús az meg úgy lenne jó amúgy, ha ki lenne szárítva, de mindegy, a tűz az meg hadd égjen.
Na várjál, na figyelj! Például egy disznós leves tápláló, mint egy béka. Ja, hát mertem remélni. Annyi van, lemegyünk szépen, megmosakszunk. Azt nem tudom, hogy a gyomromnak mi a fene baja van. Jó. És akkor ott tartottunk. Parazita, azt mondod? De mitől? Szilvát? Nem ettem Szilvát. Leviatán. Várj, de amúgy... Baszki. Most vagyok szarban. Most hova a fészkes fenébe menjek? Oszos kézzel. Ne, ez most komoly. Várjál, és hol vannak a paraziták? Melyik fülön van? Egészség. Parazita. Ne, tehát magától nem. Paraziták jelenti tulajdonsága a rendelkező növények. Na ezt mondja meg valaki, gyerekek. Mit tegyek? Mi pusztítja el a parazitát? Na jó, de még több segítség kell. Veszek egy baránt, az hátha segít. Eszek nyers húst, az mindig segít. A falevelet, a botot vedd fel. Jó, ne vegyél fel akkor semmi. Hát itt nézem, már nem ír itt semmit róla. Osz, igen. Hát semmit nem ír, hogy konkrét, ami kéne. Ismert kezelése. Elpult, de nem tudom, milyen növény az, vagy nézzük a növényeket? Az se hülye ötlet. Alapvető kötés, ellenszérum tulajdonságok, nyugtatóz. Igen, szénhidrát. Elpusztítja a parazitákat! Puh, ismeretlen gomba! Ja, mondjuk ez, látod, olvasni kéne. Most már csak lejjebb megy. Most annyi gombát tettem, csak most megint sötétedik, és most az a baj... Ja, várjál, emlékszem, ott tartottunk, hogy három részből áll a térkép. Bár ezzel nem feltétlenül tudok azonosulni ezzel a kijelentéssel. Ja, azt most be is vertem. Ez mi itt? Amúgy most nagyon jó felkészültem arra, hogy meginduljak. Igazából azt nem tudom, hogy hová. Ide kucorodok a tűz mellé. Ugye ott tartottunk, hogy oda kéne felmászni. Tudom, hogy honnan indultam, ott volt nekem egy... Ez egy másik sárga volt? Nem, mindjárt szedünk valami gombát akkor. Lesz itt valahol. Eddig közben ki kéne gondolom, hogy hol a szarba kéne nekem. Ez mi volt itt? Leesett egy levél. Hol kéne a kampót kerestem amúgy? Fuck! Bassza meg. Mi az Istenbe sétáltam bele a hangyabolyba? Igen, ebből sokat látok most. Na mutasd! Nagyon jó, ezt gondolom majd elmúlik magától, igaz? Osz, parazita, kiütés...
hatás, irritál, csökkent a józanságot. Ötszerre kombinálva felgyorsítja allergiaellenes. Nézzük a növényeket. Melyik allergiaellenes? Aha. Ellenszérum, akkor az lesz az. Szép kis lila növény kéne nekem. Hát most jól eljöttem, most gyakorlatilag hova túl? Ég még a tíz? Remélem megint beleszaladok. Vissza kéne mennem aludni, mert most az ándiból hova a szarba tudok menni? Azt sem tudom, hogy jó felé indultam el. Kész. Egyszerűen kb. Semmit nem látok. Jó, erre föl. Ó, basszus, és már megint vizsgálódni kell. Igen. Én nem látok semmit, de nem baj. Hogy ez még kimaradt azóta? Igen, az a terv. Csak le nem éget, de várj, az a baj nem... Ja, itt akartam fönkerülni. De várj, nem tudom, arra emlékszem. Semmit nem látok. Volt ez a... baszki, oda kell fölmennem. És tényleg amúgy hogy... Akartam mondani, hogy látszik, de ez a felhő. Várjál, de nem, mert... itt akartunk a legelején menni, csak nem tudtunk. Na. Nézzük, hogy most hogyan állunk. Ez mondja, barkács. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy tudom elkészíteni a kötést. Hogy ez dohányvirág? És én a dohányvirágot néztem, a dohányvirág. Utána kombinálható. De hogy a levelekkel? Nem a virág? Jó, akkor ez elpusztít. Eldobjuk, azt berakjuk oda a sarokba. Visszaveszem a csontot, zseniális, hagyd már azt a kurva csontot. Jó, na nézzük akkor a kombinációt. Dohánylevél. Aha, oké, köszi. Jobbkat barkácsa, azt is lehetett volna. Ami kéne vizsgál. Jobb láb, kiforgott, már is múlt kb. Jó, mindegy. Mindegy, legalább van egy kötésem. Lehet, hogy megcsom ezeket is. Ez a jobbkat lehet, hogy jobb megoldás. Ja, meg ugye izéből lehet csinálni a rostot is elvileg. A dohánylevélből. Ja, de igazodban megcsináljuk a kötéseket, legyen inkább készen kötésünk. Szunk vizet. És akkor erre. Tehát ott tartottunk, hogy... itt kell felmenni. Ugye a tűz meg elaludtam úgy. Amú, na az mire jó, azt se tudom meg a faszén. De elveszem. Várj, de most... az a baj, most nem tudom hogyan tovább. Ampót kéne keresni a dzsungelben. Milyen kaján van? Banán rám ne rohadjon. Itt még hát egy másfél napig el van. De várj, most... Jó, és azt is kírja, hogy mit ad? Az elfogyasztás hatásai.
Ja, te a nyers hús, ugye nem ér semmit. A begyűjtési virágot tudsz kiszedni, dohányból, liliumból, rostot. Ja. Azt szerint tűz az üzemanyag. Amúgy meg kötéshez, vagy sárhoz. Jó. Jó, hát ezt megpróbálom megígyezni, de még mindig ott a... Ja, aludni akartam, mert rohadt sötét van, igaz? Van már megint valami rágja megint a testem. Jézus, hányan vagytok? Na. Jó, kialszom a parazitákat is, vagy nem tudom, hogy azt lehet-e. Nem néztem meg mennyi az idő, de majd mindjárt kiderül. 6.36, addig nem akarok aludni. Megint nagy éhezés lesz a vége. Közben lecsökkent minden. Ó, a hús még nem romlott meg. Viszont ugye, most már tudunk csinálni ilyat. Ott. Az a baj, már fél órája el akartam indulni. De még mindig itt rostokolok. Ami nagyobb baj, hogy azt se tudom, hogy merre induljak. Azt mondja, hogy nem ütjük ketté. Ételmérgezésre is. Ja, meg gomba kéne még rohadt módon. Ó, basszus. Oké, már romlik a hús. Jó, az egyik már meg is romlott. Nagyon gyorsnak kéne lenni. Jó, az a földről is. És férgeket meg a izére elrakom sebre. Hát jó, most már mindegy. Hoppá. Ez üres? Vagy ezt miért nem tudtam megtölteni? Ja, mellé húztam, mi? Ide. Úgy. Nézzük, hogy állunk. Nagyon jó. Egy kis víz kell. Banánt beverem, ráiszok. Az, hogy üres a táskám, de fullon vagyunk, már csak gombát kéne enni. Lassan világosodik. Na most jött el az a pillanat. Hölgyek és urak. Hová menjünk? Idáig tök jól eljöttünk. Ugye a térkép az elhozott. Itt valahol van egy kampó. Azt nem tudom, hogy oda kéne visszamenni, ahol elhagytuk a kampót. Nem is tudom, hogy hol volt az alaptábor, de ott mi egyszer próbáltunk mászni, bár ott elszakadt. Fenesed. Most fog eljönni azt, hogy ilyen céltalan bóklászásba fog átcsapni az adás. Ami nem hangzik annyira jól. Várjál, mi volt ez? Csasmadár? Bizony. Egy sasadú. Hát csak most nem tudom, hogy minek kéne következni, hogy jó legyen. Most ilyenkor mi legyen a célom? Ugye ez tök jó volt, hogy ide eljöttem. Tudom, hogy hová kéne menni. Az állíból, ugye itt voltunk. Lehet, hogy visszajövök ide, és begyújtok a kondérral, aztán megnézzük, hogy mi történik. Ami azt jelenti, hogy észak-nyugatra fogunk elindulni. Northwest. Chad, te itt vagy egyébként? Ez a dohány, ugye? Nyugtassatok meg, hogy ez a dohány. Ismeretlen növény.
begyűjtjük a lálkanót lenyeszik. Ebből is lett rost. Nagyon jó. Neked megvan ez a játéksed? Azt áruld el. Hát ez meg milyen növény? Ezt elpusztítjuk, ez nem tudom, mit csináljuk. Ó, meg... Figyelj, kőfejsze, 39, 59. Eldobjuk. Ha már úgyis van itt egy kő. Izét kéne villám gyorsan csinálni, új fegyvert. Hosszú bot és kötél kell hozzá. Ezért csak jobb lenne ijászkodni. Ez dohány? Ez nem dohány. Mindenre, most már mindenre azt hiszem, hogy dohány. Ott vannak, ó, az meg, ezek a izék, ugye? Ezek a jógok. Itt van a parazita gomba. Nagyon jó. Ez jó lesz a parazitára. Az előbb ez csoportos gombát tettem, de ugye ez a szóló gomba kell rá. Aha, le is csapta egyből. Visszamennyi. Nem akarok egy túl nagy fát kivágni. Andiból ebből is ki fog nekem esni egy darab, és több úgyse kell. Na, kell ez. Igaz? Mi volt? Kötél. Ennyi? Ott futott a tanség. Na hát ez csúnya volt. Figyelj, ne haragudj! Ilyet nem illik mondani, még akkor sem, ha egyetértek. Jó? Tudod, hogy már amúgy sem beszél velem Anshin. Ne hozzá ilyen helyzetbe, hogy ilyen dolgokat mondasz, amivel kénytelen vagyok egyetérteni. Lecsúnyáz a Anshin. Hát igen. Ilyen az élet, nincs mit tenni. Ha valaki egy csúnya disznó... Elnyomjuk. Még két darab madártól? Ebből még pont kijön egy. Már megijedtem, baszki, hogy Anshin ért be. Mondom, végünk van, mint a botnak. Jó, ez tele van. Na! Irány, elfelejtettem az irányt. Azt sem tudom, hogy hol vagyunk. 44, 25 és fél. Ja, itt jött. Ugyanitt voltunk már, amúgy azt kell, hogy mondjam. 25 és fél. Hát akkor itt egy az egyben nyugatra fordulunk. Ami West. Úgyhogy East vagy West. Frag le a mest. Megvan valakinek? Subbase Monster? Ez biztos, na ez dohány, ez tudta, hogy dohány. Nem dohány. Igazándiból ez a legjobb, mert ha ide be tudom rakni a rostokat, akkor majd eldobálhatom a... Minden ezt, de meglátok, hogy a dohány. Hallod? Képtelen vagyok megígyezni. Ó, itt van a parazita gomba. Van belőle még, úgyhogy most ehetem a koszos kézzel is. Ne, hello szépségeim, gyertek ide a babához. Apám, itt olyan habzsidőzsi lesz, figyeljet csak. Az fullos, iszunk egyet. Üres. Még vizet az forralhattam. Ó, vissza is tértünk. Is tértünk. Ja, nem ezt akartam. Akkor most tartunk ott, hogy... És egyből tudja, hogy mit akarok hallani. Nagyon jó ez a játék. Voltak amúgy is kivágva dolgok, nem? De eltüzeltem mindent? Mentünk egyet, bár az a baj, csak egy mentést használok, és kettőt kéne használni. Mennyivel jobb, mint a begyűjtés? Hosszú száron, rövid virág. Á, úgyse tudom megígyezni, de aranyos, hogy próbálkozol.
Viszont feletté meghoztad a kedvem a Subnautikához. Azt kell, hogy mondjam. Nem, mert te buta vagy. Nem lennél ilyen buta, akkor tudnád. Ó, hogy nem törtéketté. Na most? Ja igen. Ó, erre most még... Ezek szétíti. Hol van még? Erre megint találtam egy nagyot. Oké? Okay. Már tele is vagyok. Hát az is jó, ha megismered, hogy virág. Az már fél siker. Azt meg nehogy azt mondta, hogy egy darab hiányzik. Az a furcsa, hogy tényleg jaguárral még nem találkoztunk. Mi nem baj egyáltalán. Sőt, hát jobb nem is lehetne. Na furcsa, meg benszülött se nagyon. Lehet bele? Oké, parázs. Örülök neki. Félre ne érts, mert volt hozzá szerencsém, nem volt... Várjál, száraz levelet tesz. Nem volt túl felemelő élmény. Viszont ezeket a rostokat érdemes lenne gyűjtögetni, mint az állat. Oké. Okay. És akkor várjál, mit írt még? Szükséges. Az meg ezt elfelejtettem. YouTube csatornát reklámozni. Persze, hogy szabad, bár nem tudsz ide linket bedobni. Hát, nagyon, nagyon kedves vagy. Hát ezt tök jó, hogy begyújtottam alá. Ezt honnan, várjál. Hol láttam én ezt? Várjál, annak a többen található mászófelszerelésre lesz szükségem. Igen, tök jó, és meghagyta a koordinátákat. Na nézzük, azt mondja, hogy... Első lépés, gyújts tüzet, megvan. Gyűjts összetevőket és helyezz bele. Vanisteriopsis papi. Az mi? Kötél? Nem, de valami fáról kiéri. Ott mentél mellette, még nézted is. Várjál, és akkor a dzsungel legvastagabb fái. Mi az, hogy fáj növő lián darabjai? Én olvasom rosszul? E jó, oké, az rossz gombokat nyom. Legvastagabb fa. Hello. That is. Ó, oh, hello. Das ist kék gomba. Kék gomba is jó? Figyelj, az lesz, megmondom, figyelj nekem, erre van egy nagy lifehackem amúgy, leszedem a gombát. Itt az inda. Van ezen még gomba? Mennyi inda kell? Másra is jó ez az inda egyébként? Figyeljél. Csell a következő. Ó, oh, fuck you, valami van velem megint. Valami megint rágja a testemet. Na, itt van Ansi, látod? Oké, okay, na figyelj, most elmentjük és megkóstoljuk a kék gombát. Oda nézzél. Nagyon jó. Várjál. Ja igen, írja is, hogy mínusz egy parazita. Ez mínusz ke... Ó, basszeg, ezt nem kéne megzabálni. Ez még jobb a izéra. A parazitára, mint a másik. Banán. Egy nap 21 óra. Egy nap egy óra, egy nap egy óra, egy nap három óra. És az meg... Hát az... 14 órát kibír romlás nélkül, azért az nem rossz. Yes, túl parazita, oké. Okay. Ötél. Ja, hogy azt egy nem is kell, és akkor mi volt ez? Szihotria.
Gyűjts összetevőket és helyezd bele. Levelek és vörös gyümölcs a cserjéből. Hát, ó, bassz. Ó, pont itt van. Ez biztos, hogy ez lesz az. Ott. Aha, ott is van. Behelyez. Úgy betépünk, mint az állat, hallod? Figyeljek csak. Oda nézi, de jól néz ki. Azaz. Kulacsból. Na, kezdődik. Már beütött a cucc. Látod, hogy like a pro. Hello! Hey, wait! What the... És akkor remélem, hogy most elvezett valami jó helyre. Apám, tisztára, mint Hollandia, bassza meg. De sette nem hallottál semmit. Na jó, mászni volt, hogy ott volt mellette egyébként pont. Ja, itt már jöttem át azért a túlélő módba, itt voltak valami festmények is a sziklán. Emlékszem. Hey, kid! Hey, boy! Are you? Where am I? Ez még jobb kérdés. Ja. Van, mi a válasz, ja? Van dokumentációm. Kid? Jöjjök! Hello? Most ebből a kettőből lehetett választani, erre előtte mindkettőt. Do you remember how we got here? Nem. Ja, te vagy az? Mia? Is that you? Jó, most meg menni kell, közben elbombultam kicsit. First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Várja. Mia. Maybe... Egy print screen. It would have been better if I just died. Jaj, jó, ilyen Billy Frisco. Nagy etekben vannak. Mia, I... Ja, megyünk tovább közben megint. When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Hát édes kevés ide a jó szándék, úgy tűnik.
közben menjek megint előre, mi? De csak közben próbálok itt egy másik projektbe belemászni. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Egy pillanat. Oké. Okay. Micsoda jó kis tűz. Na hol a csaj? Hello! Ott ül hátul. Kurva jól meg van csinálva ez is. I just wanna... Jó, nem csináltam vele semmit, baszki. Amúgy is, nekem azt mondta, hogy 19 elmúlt már. Jó van? Jake? Na, egy kicsit kioffolom magam. Come in, please. I need you. Mia? Wait! I'm here! Hello? Jake? Please? No, közben bejelentkezett rádió? Live without you. Mia, is it... It hurtin't. Really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night and I ran out to look for you and all I remember is running and falling? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Mi az, hogy nem tudja, hogy hol van, amikor van egy térképe, vannak koordinátái gyakorlatilag. Meg tudja mondani, hol van a térkép. Ő nem tudja, hol van. Érted? Ki ez a csávó? Találtam egy térképet. Igen, van GPS. Yeah, I have a GPS on my watch. Can you write this down? Yes, but you have the map and the GPS. We weren't supposed to split up and God. Jó, van, ne hibáztasd magad. This is all my fault. Semmi nem történt. Hey, there has to be another way. I found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Kamu? Can you get there? Várj, úgy kamu, hogy ő nem gondolja komolya, bár igaz. Climbing gear. You tell me. Left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the... Oh, hope. Mia? Mia! Oh, fuck! Battery's dead. Lássuk, hol az aks... Valóban lemerült. Igen, jegyzet fizet, új bejegyzés. Ilyen új bejegyzés. Azt megnézzük. Várja, itt... Hello, van ott lépes, mi az ismeretlen gyümölcs. Ezek mikor kerülnek majd itt mint feltöltésre? Mitől ismeretlenek ezek? Mikor lesznek ezek ismertek? Nyilvessző így, azzal már meg is vagyunk, kőláncsa, fákja, fej... Kőfejsze és fejsze.
Na figyelj, viszont akkor egy olyan móka itt lesz, hogy fejszét szerintem hagyjuk a francba, és megcsináljuk ezt a komolyabbikat, mert ez jobbnak tűnik. Ezzel kivágjuk az egész erdőt, miután használta lettél belőle. Ja, oké. Az a baj, hogy annyira retardált vagyok, hogy így kérdezek valamit, aztán elfelejtem, hogy akartam. Na várjál, de most várjál, most lehet, hogy rád akarok cáfolni. Ja, nem azt akartam, hogy jegyzetfüzet. Nézzük csak meg még egyszer. A bombák. De mi ez is, hogy üres? Ja, mert ezt még nem főztem meg? Meg nem raktam be, tehát ha beteszem kötésbe, kiderül. Oké, 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 vágom. Vágom, csak tényleg az van, itt ülök, itt nyomom magamnak a dumát, mint egy hülye. Annyi hülyeséget összeordok, hogy nem tudom, hogy mire jön a válasz. Közben elfelejtettem, valami bejegyzés volt még itt fönt, az az érdekes. Igen, az a szikla gyerek... Igen. Mi ez a hely? Oké, elmegyünk, megnézzük. Mi a végre kapcsolat, blablabla, bla, bla. És itt is volt, hogy ellenőrizd a Lambda 2 erős segítséget. Kutasd át a dzsungelt egy mászókampó után. Jó, akkor elmegyünk. Átmegyünk ott a sziklánál. Ja, várjál, beszélget. Hello, Mia, ott vagy Hello. Még? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? Hát a beszélgetés elején. Battery died. I had to charge it and... We can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Basznak ez a kurva gyík is úgy sziszeg. Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Ja, okay, don't értem. Waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay, will do. Várva maradhat itt. Over and out. Mindent, ami befér. Mondom, mindent, ami befér. Úgy, hogy a shed nem csapott le a mentettemre, hogy ettem embert. Mána, én a dió. Féreg, nem kell több féreg, annyi féreg van már. Ó, hát itt a nap növénye. Bár én nem akarom magamat dicsérni, de annyira jól játszok, hogy nem nagyon volt szükségem ami kötszere. Egyszer lett volna szükségem kötszere, amire megcsináltam, addigra meggyógyultam. És ezzel mit csináljak? De elrakjuk még egyelőre. Hát egy kicsit igen. Hiszen kicsit, meg azt nem tudom, mivel lehetne ezeket kombinálni. Én a dió. There is the dió. Várjál. Azt fogjuk csinálni, hogy egész a fal mellett fogunk menni, mivel a sziklán kell úgyis átmenni. Ezért az, addig jó, nem az bele. Egyébként meglepően easy idáig. Még több gomb... Ó, izé, ó, ó, várj, a gombák nem romlanak meg? Hogy állok a kajákkal? Hús, 7 óra, 16 óra. Ezek el vannak még itt, mind a befőtt. Viszont nem esik az eső. De ez egy jó gondolat, hogy a fal mentén megyünk végig, nem? Mászó kampó, mindjárt hogy faszt kapok. Beszélgessünk. Saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue with the stone between them. Were there any inscriptions? Ugye szar, hogy olvasni kell, de jó lenne egy magyar szinkron.
Maradj el már, ja, rossz gombot nyomok. Oh, yes. Yeah, yes, 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 voltak. Can you describe them? Az meg... Várjál, hogy tudom, hogy mindjárt meg kukorica szerűség. Hey, melyikben shit, volt? I don't remember. I'll let you know when I get back there. Jó, hogy választanom két. Volt valamelyikben? Az izé a pálma szíve, nem? Nem azt mondod, a pálma szíve. Itt látott ékembert, meg piros embert? Vagy azt nem itt látta? Jó, én nem beszélgetek ezzel a csajjal. Nagy kerek pálma. Hát próbálok lassabban menni. De az lehet. Hát most megyek lassabban, elvileg 5 szeg delay van. Ja, oké. Okay. Ja, hogy... Ja, hogy én... És ez good. Megeltem bátran? Jó lesz ez? Ja, igazadban összekevertem, az tényleg kivágás után lett. Vagy nagyon nem jó felé jövök, szerintem már rég oda kellett volna érnem. Mindig megyünk tovább. Még a sziklák mellett megyek, addig nagy baj nem lehet talán. Ja, mondta, a hülye gyerek az kóruljá. A virág az már gáncsos, mi? Ó, banán. Na gyere a papához. Na most ne kúrjál föl, hogy visszaértem ide a táboromhoz. Ja. Ja, azt tudom, hogy van GPS megtérkép, bár az nincs rajta, hogy hová akarok menni, vagy... Na, bazd meg, rajta van. Kurva élet. 43, 24. 43, 24. West. Irány... Ó, hello! Hello, papagáj! Na várjál, akkor viszont... lehet a barkácsolás gőzerővel. Gyártjuk lefelé a... Hoppá. Ebből aztán lett volna nyilvessző. Mindegy, most már legyárt. Ez hülye ötlet volt, kár volt. Amúgy nem tudtam, hogy mennyi fér el egy kupacba, jobban jártam volna, inkább megtartom tollalapom. Passzél minden szar vagy, viszont már mióta nem esett az eső egyébként. Mit beszéltünk? West, igaz? Nyugatra megyünk. Kicsit észak-nyugatra. Chad, amúgy neked a játék hogy tetszik? Leviatán. Hát most csak rásolunk, aztán igazán, hogy gyűjtögetni nem nagyon szeretnék semmit. Hát mondjuk a botokat lehetne szedni. Hát nem úgy grafikailag, hanem amúgy. Na látom, Forest megvan, Forest-tel még nem játszottam soha az életben. Na, itt megállunk, és azt mondja, hogy hol vagyunk. 46, 24 és fél. 46, hogy lehetnénk jobban járni, visszamennék aludni, az már jó, 24 és fél, akkor north az irány. Ja, ez lesz az, fúk vagyunk, gyerekek! Már én szedünk botokat. Hogyan lehet te? Ja, ez... Kis bot kell, legyünk már vele fullon.
Ötlek, kell tábortüzet rakni, hogy ne ezzel szarakodjunk, hogy nincsen. Gyorsan megtöltjük. És most ütött be a gebasz. Megint túl málháztuk magunkat, úgy érzem, bár nem sokkal. Ezen tud segíteni egy kis banánevés. Üres. Üres! Na figyelj, akkor viszont az lesz. Nagyjából tudjuk, hogy merre kell menni, visszamegyünk vízért. Jövünk ide a táborba. Mi nagyon jó ötlet volt, úgy tűnik, mert van itt kis dió is. Hát nem tudom, hogy mennyire van szükségünk, egyet megeszünk. Másikat meg elrakjuk. A kérdés az, hogy a kulacs nehezebb lesz-e? Egyetre ez csapda. Nem akarunk csapdázni. A disznaj, na ide kéne tüzet rakni. Ugye itt is van még a helyen, tábor, tűz, most nem nagyon érdekes. Gyorsan dobunk ide egy tüzet. Azért jöttem amúgy vissza, ha valakiben felmerülne a kérdés. Mert itt tudok biztonságosan tüzet rakni. Gondolok arra, hogy az eső nem fog közbeszólni, másrészt, hogy gyorsan tudunk is egyet menteni. Önök a kérdés. Mi? Rendben van, nem értem a célzását, nem tudom, hogy mire gondolsz. Nézzük. Oké. Akkor igazándiból aludni is kéne egyet, bár nem tudom mennyi az idő. Őt. Hát, meg tudjuk még a húst is sütni. Várjál, hogy leteszünk két tálat. Azt mondja, hogy beletöltjük a retkes vizet. Mindjárt felfor. Mehet bele a húsi. Nyami, nyami. De viszont már milyen régóta nem esett az eső. Megisszuk. Ezt is megisszuk. Mehet bele még a retkes vízből. Meg abba is. Ez üres, amíg az a víz kiforja magát. Cica. Ittsed már be azt a kurva kulacsot. Az meg csak emlegetni kellett, mert itt is van a cica-mica. Mindegy. Tűnik, hogy... Ja, ez van tele. Tűnik, hogy szerencsére nem annyira éhes, ugye ez a koszos, igaz? Igazándiból ezt... Ugye, mert hogy állunk? Hát... Csak inni kell, úgyhogy... Viszunk, megmerítjük, viszunk, elvileg hullosak vagyunk, kiváló, akkor idő, egy óra, úgyhogy egy kicsit rá is tudunk aludni,
Ez üres, ez is üres, akkor elmegyünk, ezt megtöltjük. Most mentek egyet, hogy ne kéne előről kezdeni itt a töltögetést. Reméljük, hogy a ciculi nem fog visszajönni. Gyorsan meg is mosdunk. A kulacs. Gyorsan a kulacsot megtöltjük, aztán tipli. Hát tényleg be is ittunk, meg minden. Nagyon jó. Nagyon jó. Töltsed megfele, azt mondja 20. Ezt gyakorlatilag kiönthetjük, mert ez koszos. Ugye ezt meg tudjuk ezzel tölteni. Bár mondjuk hülye vagy, ó, bassza, meg de hülye vagyok. Kár volt kiönteni, hát még ezt is félig meg tudjuk tölteni. Erőt még egyszer teletöltjük, na ezt most már tényleg befejezzük itt a szarakodást, egy pillanat, türelmet kérek még. Az bele. Az bele. Most kijön. Ezt vissza fogjuk tudni tölteni, ez félig még megtelik. Ha gondolom. Rápihenünk. Nem sokat, csak egy kicsit. Jó, mentés. Let's go. De más le van szarva most. Nagyon jól állunk. Anyád. Annyi van, hogy még ezeket kéne megnézni, mikor romlanak meg. 18 óra. 8 óra, 10 óra. Lehet jobban járok, ha megeszem. Végé jó vagyok. Az irány... Ó, oh, basszus! Tényleg kösz, hogy szólsz, nem láttam a nagyítócskát. Jaj, volt két feleségem. Itták az életerőmet. Oda megyünk, ugye? Nyugtassatok meg. Ja, ott a bejárat. Az előbb az meg hogy tudtam elkalandozni? Nem is értem. Párbeszéd feloldva. Szikla, és eltűnt. Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay, I am lost for words. Again, tök jó. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Jó, elkezdünk körülnézni. Be careful. I better not be going crazy. Lehet, hogy kéne valami, lehetne tüzet rakni. Lehet, hogy kéne majd itt is valami tábort felverni. Minél több tábort felvernék, annál jobb lenne. Így lehet ezeket, mik ezek a kidőlt fák itt. Anyád, hol van a kígyó? Mert gyík, bassza meg. Az nem sziszeg, az csörög. Tök jó, most itt át... Ja, hogy úgy gondoltad, hogy egy részből áll a térkép. Itt van még egy rész valahol. Nem tudom, hogy ez hogy számít egésznek. Akkor elindulunk szépen itt a fal mentén, és megyünk egy kör. Nem? Nem így gondoltad? Mindegy, ezt a részt most megnézzük. De mi az, hogy három oldal? Miért lehet ezt? Nem lehet ezt lapozni. Ez az lesz még? Mert én ezt most nem tudom lapozni. Viszont az a helyzet, hogy most nem jó itt nekem. Később majd lehet. Hát... ez el lett kurva.
Lehet, hogy vissza kéne menni. Aludni egyet, mert most itt fog bolyongani a vak sötétben. Kéne itt is valami mentős cuccot csinálnom. Hát te mi vagy? Vagy Anton, na az biztos, hogy jó lesz valamire. Már madárfészek legjobb. Ebből lesz a gyújtós. Hát, ja, azért mindjárt valamit össze kéne hozni. Érzem én is a zsigereimben, csak el kéne jutni valami területre, ahol legalább tudok fát kivágni. Tényleg igazad van, basszus, még fákját se csináltam. Az remek lesz a gyantam. Várjál, eljövünk itt egy picit be. Balra, hogy legalább egy fekhelyet össze tudjak dobni. Itt somewhere. Ahol csak pálmák vannak, pálmahegyek, nem nagyon látok kivágható fákat. Kéne itt nekem még. Hát jó, megpróbálkozunk itt valamivel. Ház. Levélágy. Csinálunk egy ilyet gyorsan. Ennyi volt a bot? Ez mind nálam volt? Úgy lenne jó egyébként a legnagyobbakat kérni először. A sima bot kötő gyenge fák egy antával már jó. Na nézzük. Akarok itt még aprítani. Ezekből meg kéne oldani. Ugye ebben mondjuk kell hosszút is dobni. Még egy kell. És milyen már, hogy nem lehet egyszerűleges sorrendben. Ez kicsi bot. Én tele leszek szétütni? Azt a rönköt úgy is szétvágjuk. Deszka, mi a szart csináljuk a deszkával? Úgy, és akkor erre már nem lesz szükségem úgyse. Ezeket lehet dobálni bele. Már csak a pálma kéne. És a közepén építem a kuckót. Na szeregessük össze. Hop, 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 hop. Az még egy. Azaz. Úgy. Na mennyi kell még? Na még kettő. Ebből lesz. Egész jó helyet találtam, nem nagyon kell rongászni semmiért szerencsére. Mennyi van nálam? Már több is van. Oké. Okay. Hát akkor szerintem... legyen az, hogy megmosdunk. Nem a sár van, ettől csak koszosabb leszek, basszus. De akkor mentünk egyet alulra. Hogy megmaradjon ez a mentés is, meg az előző is. Mi van veled, bot? Alszunk egy kicsikét. Az a baj, most baszki, megy le a kaja, meg minden. Fél ötig. Ébredj már fel! De jó, esik az eső. Elhagytam két kókusztálat. Nagyon jó vagyok, behagytam őket a tűzbe, mi? Na, ne is mondjad, se, nagyon szégyellem magam. Nézzük, mi kell nekünk. Zsíradék, szénhidrát, víz, minden kell.
megesszük, elpusztítjuk, megesszük. Nem tudom, melyik a jó, meg melyik a rossz. Remélem sikerül eltalálni. Úgy, nem megeszünk. Mi kell még inni? Tiszta víz. Üres, ezt mindet benyakolta. Lehet, hogy messzebb kéne rakni a tálakat egymástól. Meg elállt az eső, úgy hallom. Jó. Akkor még egyet az alsóra, és nézzük, hogy itt akartunk. Nagy felfedezésben vagyunk, igaz? Oké, akkor ebből viszont mehet a barkács. Jó, ebből kettő kell, igaz? Igazándiból hány fér egy kupacba? 8. Nem látom, hogy az mennyi. Na mindegy, két kupacnál többet nem fogunk csinálni. Ne foglalja fölöslegesen a helyet. Erre odarak egy követ, a kis putus. Már kő az mindenhol van. Most szerintem ez tele van. Ez is tele van. Nem tudom, hogy tűzgyújtót azt miért lehet. Tűzgyújtó szerszámból miért lehet nálunk egyszerre több, és mire van még szükségem? Zsiradék meg. Hát most annyira nem érdekel a hús. Meg kéne menni körülnézni. Mi újság van? Ugye itt jöttünk be. Illetve mindig hívják a véremet. Menjünk. De ez is, ezek a piócák, ezek zseniálisak. Hogy tudok oda felmenni? Ugye most az a taktik, hogy balra tartás van. Nagyon nem bántam, szegény kígyó. Ne. Ez valami növény? Ismeretlen virág, akkor nincsen rá szükség. 40 kilón vagyunk, úgyhogy az... egészen kiváló. Akkor meg mit tézél itt nekem? Ez lenne a lilium? Na, lehetett volna belőle lilion kötést csinálni. Amúgy ez mi a szar? Árított virág. Figyeljél! De barkács? Ebből nem tudok. Ők szárított virágból mi a szart akarok? Meg ez mitől szárított? El kéne dobálnom azt is. Dió kéne. Meg esetleg gyümölcs. Bár jó a gomba is. Gombából túl sok van, az a tapasztalatom. Ez jó, mert ez a parazita ellenes gomba. Majd ezért leszek kíváncsi, hogy látok még egy nagyon vastag fát, hogy lesz az oldalán kék gomba. Ugye az a kettes parazitás. Igen, amúgy amikor kéne, akkor meg lószar sincs ilyenkor, meg hát Dunát lehet vele rekeszteni. Tudom, hogy ez mennyire volt jó ötlet, hogy itt körbe megyek.
Vagy iktam, mindig megijedek. Már ki kéne pokolni a tálakat valahová. Akkor... Jó, ez tele is van. Nézd meg! Úristen, mennyi gomba van itt. Mindegy, ezzel felbusztoljuk a szénhidrátot. Kigomba csak a édes törzsű fán található. Már ott van a brazil dió is, mert én még brazil diót nem találtam. Mindjárt tele lesz. Sőt, már így is tele van. Mindjárt még rászlopálunk. Hús kell lassan, lassan tábortüzet kell rakni. Mennyi vizet tudok még inni? Jó, mondjuk csak egyesével iszom, az tény. Hogy közben látod azt a kurva, azt figyeld, hogy változik, hogy kisüt a nap. Hoppám, ez hogy néz már ki? Na. Idegesít már ez a vízes, és megmondom őszintén, rohadt hangos. Akkor viszont azért rá fogunk... Jó, itt is van, csak kérni kellett, látod? Természet jósága. Beverjük mind a kettőt. Aha, és akkor gyakorlatilag már csak hús kell. Hát akkor lehet, hogy én eszek egy kis húst. Remélem az is disznó volt ott hátul, és nem a jaguár. Hú, de ijesztő elhagyta abba. Hú, megint nehéz a táska, meg meg kell fürdeni is. Jaj, a kis tita az morog. Hogy amíg nem morog, addig nincs baj. Az előbb hála Istennek nem morgott. És akkor most imádkozzunk, hogy ne essen az eső, mert... Kirakom ide a húst, az jó lesz. Hova szaladok? Hol van itt fa, amit ki tudok vágni? Gyerünk! Levélkupac, azt is kivágtam menet közben. Azt is kérem. Remélem, nem lesz oda a húsom. Félre. Búl. Kimaxoljuk megint a hátizsákot.
Hát igen, nem tudom amúgy, hogy hol vannak, de valóban elkerülnek. Az a 2 kiló miatt szarakodik itt, hát nem hiszem el. 2 tetves kiló miatt vonszolja itt magát. Hát igen, zsigeri alapon kerülöm a harcosokat. Ilyen meg mindjárt leszakad az eső. Itt szarakodik bazd meg, 2 kilóval van benne több már mondjuk. Pusd le a kalappal, ha 50 kilót visz a táskájában mondjuk. Érted, mint valami izé? Valami kommandós, érted, azok mennek ilyen 50 kilóval erőltetett menetre. Remélem, ami ebbe belefér, az igazán még így is sok. A csont, nem kell a csont. Nem tudom, hogy mire lenne, amit kiváló, de van még valami száraz? Nagyon jó. Borostokat még el sem kellett használni. Ami nekem furi még amúgy, csontű. Várjál, az lesz, hogy főzünk inkább. Mert az pikpak elkészül. Mit csinálok a csontűvel? Azt, hogy szárnyal az energiám tőle. Még a gombát rányomatom. Figyelni kell, mert már 2 kókusztálat baszki elhagytam. A tüzet meg hagyom, hadd égjem. És most lenne jó egyet megint menteni. Mindegy, bandukoljunk tovább. Ja, most fullon van minden. Nem tudom, hogy mi várhat itt rám a dzsungelben, de hát megyünk. Itt rádióztunk a csajna. Ugye itt lehetett volna felmászni. Nem kellett volna körbe jönni. Itt van a videó. Most kezd el esni az eső. De hogy rohadt nagy mákom, hogy tényleg nem nagyon támadott meg eddig semmi. De nem akarom elkiabálni, főleg most, hogy ilyen messze vagyok a mentési helytől. Hát, hogy lassan itt is fel kéne verni egy tábort valahol. Mielőtt jön a cica, vagy valami benszülött koma. Maradt egy hús. Férgeket meg elrakjuk a sebre. Bomba az jöhet, bármilyen mennyiségben. Ő az nem kell, mert nehéz lesz a táska. Hát ez egy érdekes taktik. Viszont a bőröd alól a kukacot. Mi a fasz? Ne vadítsál már meg! Új. Ilyen van tényleg, hogy belemászik. Nézd meg, itt van a izé is. El se hiszem, de ez is akkor van, érted, amikor a fullon vagyok kajával. Ez kígyó? Shit! Seriously? Nem, a madárpók, vagy nem tudom milyen pók az. Ez a taktik. Annyit csinálunk, ami elfér abban a kupacban. Még egy kupacot nem akarok megkezdeni. Ha új kupacot kezd, akkor eldobjuk.
Jó, és akkor kéne csinálni izét. Azt hittem, hogy nem lesz két kövem. Elcsinál egy új vágószerszámon. Már közben láttam a kis pókét. Három darab fél egy kupacba. Hogy ez már több kupac? Tíz, nem tudom mi ez a tíz. Viszont jó vagyok súlyra. Vagy hát nem súlyra, hanem tömegre. Ó, gombát megeszem rendületlenül, érted meg minden? Ó, baszki. Nem lehet ezeket valahogy eltárolni, ne romoljanak meg. Ezért azt el lehet rakni, nem a szárított húst. Hát is gondolom, hogy azért lehet szárítani. Ebből már virágzik, ez már virágzik. Ó, viszont most látom, hogy nekem kéne építenem egy menedéket, mert le kéne lőnöm lassan a streamet. Napi időkvóta kezd lejárni. Így szeretnék maradni. Üstölni is lehet. Na, a dió az jó. Jó, csak a szárító, meg a szárító fölé tető basszus. Megisszuk, begyűjtjük. Megesszük. Már meg is van a... Ja igen, azt néztem is. Hát ez a dohány? Ez dohány, egyszer majd megjegyzem, csak kéne neki hely, mi? Ezzel nem tudom mi legyen, ezt eldobjuk. Nem tudok egész kupacokat mozgatni, basszus. Várj, mindjárt látom, hogy valami írás van. Mindjárt elolvassuk. Barkács. Jobb klik barkács. Ja, persze. A növény a virágból. Nem tudok semmit csinálni. El is fogyott a dohánylevél, igaz? Anyádat. Viszont az lesz, hogy itt építek egy táborhelyet. Entek egyet, aztán szerintem le is kell, hogy lőjem az adást mára. Ház, igen. Így ide beforgatjuk. Vagy ide be a izé alá. Így. Na figyelj. Prrrr. Hogy beledaráltuk már? Csak kéne belevágni valami. De megint a legszarabb helyen, mert nincs mit kivágni. Ott. Illium kötés. Egyébként ten meggyőződésem volt, hogy ez is dohány. Nem ugyanúgy nézett ki? Mindegy, van egy lilium kötésem is, az a lényeg. Kettő. Ott egy döglött béka. Egy, kettő. Na, ebből lesz anyag. Ott hátul van valami kék. Az egy papagáj? Hát sok lesz már a toll. Figyelj, egy hosszú. Két hosszú. De hol vágtam ki a másikat? Három hosszú, ennyire van szükségem.
Jó, pálma, pálma. Szóval egy pálma nem lesz elég, kell bele vagy 13, igaz? 1, 2, 3, 5, 6, 7 kör plusz 1. Erre az eső is elkezd esni. Hát ilyen. De ez is milyen, már nem lehet csak úgy kilépni a játékból, érted? Kell magadnak építeni egy kis kuckót. Nagyon kemény. Na. Beleokádjuk. Nem, kettő elég volt. Oké, akkor egyet mentünk a felsőre. Mielőtt még itt végleg búcsút vennék mindenkitől. Előtte még azért... Hát persze, nyilván ki lehet, de hát az már... Még se olyan. Gyorsan begyűjtjük itt a fákat, amiket itt hagytam kivágva. Hogy instant össze tudjunk dobni egy tábortizet, bár megint... Megint nehéznek tűnik a táska. Oké, jöhet ez is, ez is. Basszony, még egy dió. Majd elfelejtettem, ami még fontos, mielőtt kilépek. Esik az eső. Erre eláll? Hát igen, ez annyira jött össze. Jó, akkor gyorsan összekapkodjuk, mert itt fogom hagyni. El volt belemerítgetni akkor. Nézzük, hogy állunk. Még ez is jöhet, ez is jöhet, ez is jöhet, ez is jöhet, ez még szomjúságra is jó. Ez is már csak hús kéne, de az meg így járt. Egy időt nézzünk még, de 7 óra, 10, hát mindegy, most nem fogok itt ott vacilálni, most nem fogunk ráaludni, majd legközelebb talán. Kilépünk a főmenübe. Ez a töltőképernyő is zseniális, azt kell, hogy mondjam. Ja, úgyhogy srácok, már ennyi volt a stream. Valószínűleg holnap is így déltől 4-ig leszek, nem tudom, de megpróbálok lenni, az se biztos, hogy ez a játék lesz, majd kiderül. Verdel őket jó alapos. Ó, kösd, elolvastam, amit írtál. Na minden esetre köszi, hogy itt voltatok, srácok, további szép napot és kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek, gyerekek, jók legyetek, szevasztok!